Tisztelettel köszöntöm akkor a közönséget. Elnézést kérek a késésért. Magyarázat lenne, de mentség nincs. Úgyhogy köszönöm, hogy egyáltalán megvártak, illetve a kollégáknak, hogy akkor így mégis elkezdődött. Úgy ez a hang. Ez honnan? Hogy? Jó. Én tudok hangosítani, hogy hallják. Tehát, hogy a hangosítás miatt nem kell. Csak a rögzítés miatt. Jó? Tehát akkor igyekszem inkább hangosabban beszélni, így hallják hátul is. És az, hogy látszani, hogy látszik, akkor még Péter légy szíves akkor léptetni, mert hogy ide van még ez írva, hogy csak hogy a legkisebb betűk is kipróbáljuk. Tehát nagyon köszönöm a közönségnek az érdeklődést. Ugye ez a szeptember 13-i fórumnak a úgymond folytatása, ahol is ugye, hogy kell-e nekünk vízlépcső, vagy az volt a címed, menjünk is tovább, mert azt fölírtam. Ja, igen. És hogy most egy alternatív megoldást, meg megközelítést fogunk bemutatni, úgymond itt egész estébe, azzal együtt, hogy a kérdésekre is vált. Tehát amíg később jöttem, tovább maradok, tehát amíg kérdés van, addig én most már akkor maradok. Na most... akkor az előadásom két részből épül fel. Hát a témák, amiket érintünk, az nem egyszerűen a vízlépcső önmagába, hogy na akkor hogy gát a folyón, vagy hogy nem, hanem itt a vízről, mezőgazdaságról, fenntarthatóságról. A fenntarthatóság szó alatt az emberi életet értem, és általában az életet, az életnek a fenntarthatóságát, ami a tájfogalomban ezeket az ágazatokat vagy résztémákat, a tájfogalom az, ami összekapcsolja, és két részből fog állni az előadásom. Egyrészt egy módszertani, szemléleti, világnézeti részből. Nem tudom, látszik-e az ott hátul ez a jegyzetelés, nem annyira? Nem tudjuk nagyobbra venni a vetítő, mert még van egy kicsi hely, az számítani. Én elmondom abszolút a lényeget, csak... Ja, és föl van véve, ugye, és közvetítve van, és rövid visszanézhető, már egy monitoron akkor. Ja, igen. Jó, még lehetne nagyítani, de akkor még egyszer van itt még 6 hely biztos, de 8 is, meg 10 is, hogyha ha olyan. Na most tehát két szint, az egyik ez a módszertani, szemléleti, világnézeti rész, nagyon fontosnak tartom, mert az derült ki az elmúlt 20 év alatt, mióta én ezzel foglalkozom, vagy 25, hogy nem a szakmai, szűken értelmezett szakmai vagy technológiai ügyek vagy vetülete miatt áll, vagy dől el valamerre a dolog, hogy akkor mit csinálunk, vagy mit ne csináljunk, hanem egyfajta világnézeti rész miatt. Ez lesz az első felébe az adásomnak, a második felébe pedig inkább a táj működtetés a gyakorlatban, hogy na akkor mi kell nekünk vízlépcső helyett konkrétan, mint tájba integrált vízgazdálkodás, hogy itt látszik a második pontban, már hogy az kell nekünk vízlépcső helyett, hogy így rögtön az elején elmondjam. És akkor ezt fogom bemutatni mindenféle példákon keresztül. A módszertani rész persze összemosódik a szűken értelmezett földrajzos résszel, vagy gyakorlati résszel, mert a módszertanban is már gyakorlati példák lesznek. És akkor itt vannak a fogalmak, amiről szó van, öntözés, duzzasztás, paradigmaváltás, átvíz, belvíz, aszály, mindezen fogalmakat. Itt Csongrád helyi jelentőségéhez képest országos jelentőségű most, vagy már úgy értem azon túl is, tehát a csongrádi helyszínen túl is, most... ugye ez a téma, ez országos jelentőségű. Tehát akkor először ugye egy helyzetértékelés módszertan mehetünk, és hogy miért, hogy új szemlélet, amit mondok, hogy új szemlélet szükséges ahhoz, hogy meglátjuk, egyáltalán, hogy feltegyük a helyes kérdést, vagy eljussunk addig, tehát azon túl, hogy na, akkor vízlépcső, vagy semmi, ugye volt a szokásos megközelítés. És én erre azt mondom, hogy ugye nem ez a kérdés, hogy na akkor hamburgert teszünk, vagy semmit, mert abból is lehet választani, hanem akkor na mi van akkor, hogyha elkezdünk tartani mondjuk tyúkot, akkor lehet tenni tojást, meghagyni belőle, felnev csirke, rántott csirke, tyúkusleves, stb. Tehát, hogy van egy másik alternatíva a vízlépcső, vagy semmi kérdéshez képest.
De ezt egy új szemlélettel lehet meglátni, és ez pedig a tájba integrált vízgazdálkodáshoz vezet el. Na most ez nem most nem új dolog, azért tettem be csak ezt a diát, hogy lássák, hogy András Faj Bertalan professzornak 1970-es évek óta ez megvan, itt mehetünk végig, Péter, mert én csak fölírtam itt címeket, tehát én magam is 2001-ben publikáltam először ezzel a címmel, hogy ártéri tájgazdálkodás koncepciója. Fölhívnám a figyelmet itt a 2010-es évre, amikor itt volt már fórum Csongrádon, akkor is ugye a 50 éve ugye a Csongrádi vízlépcső napirenden van idézőjelben, hát ez az egyik megújítás ez volt. Ott is azt tettem föl azt a kérdést, hogy mi a cél, mit kutatunk, hogy vízlépcsőt akarunk építeni, vagy pedig azt a problémát akarjuk megoldani, amit a vízlépcsővel gondolnánk megoldani. Ugye, és ez már nem mindegy, ez a két szint. Na, aztán jött 2022-ben az aszály, ahol hivatalosan is 1000 milliárd forintos kárra volt a gazdálkodóknak, de itt volt most a 2023-as év, a gazdálkodási részén legalábbis túl vagyunk, és az a helyzet, hogy ahogy tavaly a termés, vagy úgymond az időjárás miatt, tehát az alacsony termés miatt volt bukás a gazdálkodónak, idén pedig az alacsony felvásárlási árak miatt ugyanúgy. Tehát, hogy az idei év, ami elvileg legalábbis nagyon jól indult, én mondjuk az én kis gazdaságomban tavaly 25 bálát sikerült csinált, most 240-246-ot. Tehát 10-szeres bálom, ugyanannyi területen, nyilván le se kaszáltunk tavaly ugyanannyit, mert nem volt mit rajta kaszálni, de nem növekedett a földterületem, és 10-szerese volt a széna mennyiségem, amit betakarítottunk. Egész egyszerűen azért, mert júniusig jó volt az idő, úgymond, vagy hát legalábbis esett az eső. De ez is ugye mutatja, hogy mennyire kitett ez a rendszer az esőnek. Hát persze mondhatnánk, de mondom én, hogy nem. Van jobb megoldás. Hogy ne legyünk kitettek az esőnek, ez azt jelenti, hogy ha van eső, akkor jó, ha túl sok van, az már nem jó, ha meg nincs, az meg rossz. És akkor csináltuk ezt a vízválasztó kezdeményezést, ez tényleg egyetemi akreditált szakemberek, meg egy rendes mozgalom úgymond kialakult mögötte, és akkor tavaly ilyenkor, vagy illetve szeptember 23-án tartottunk egy komoly szakmai konferenciát az Agrárminisztérium épületében, ami óta úgymond országos érdeklődés megnyilvánul, hát elég óvatosan, mert hogy az államigazgatás kerekei hát lassan őrülnek, de hatékonyan őrülnek, és nem annyira ürülnek. Mindenesetre az OVF-be is, tehát a hivatalos, tehát most ezt jó hírként el tudom mondani, hogy a hivatalos vízügyi, illetve államigazgatási tervezésbe is igenis megindult ez a szemlélet, amiről én most beszélni fogok. Tehát igenis a vízügy központjában már folyik a komolyan vett tervezés, ami a vízlépcső alternatívájáról szól, de vízvisszatartásról. Tehát nem az, hogy vízlépcső vagy semmi, hanem mi az a harmadik út, úgymond, ami esetleg megoldást hozhat arra is, amire a vízlépcső nem. És akkor ugye itt volt a kell-e nekünk vízlépcső nagyon szép, jó kérdéssel a nagyon vaskos szakmai lakossági fórum ezen a helyszínen, ugye bő egy hónapja. És akkor most itt állunk a második részen. Na most ez az én területemről egy fényképi pár hete készült, hogy az idei év se jó, mert ugye ott hagytam abba, hogy 10-szeres szénatermés, igen, de mostanra már szeptemberben már koppant megint a Vederak út alján, nekem nem sok jószágom maradt, de azt se tudom ezen a gyepen eltartani, 10 hektárban bekerítve 2 lónak, de nem tetszik nekik, tehát kikacsingatnak, én meg azt nem szeretem, úgyhogy most ebben a pillanatban is a gát alján van nekem kikötözgetve a két lóam, és a Tiszából itatok, mert az ásott kutamba lement annyira víz, hogy nem tudok itatni. 18 éve használom azt a gyepet, én ez alatt a két évtized alatt is látom a vízvesztésnek a gyakorlatiságát, hogy hogyan tűnik el a tájból még most is, ennyi évvel a szabályozás után a víz, vagy hát nyomán úgymond. Kiskörei vízlépcsővel együtt is a következő hírem. És akkor egy kis provokatív, tehát elefánt a porcelánbódban, helyett elefánt a szavannán, teljesen helye van a provokatív vagy a súlyos kijelentéseknek. Kérdezem például, hogy a szántók hány százalékát fedi belvíz átlagosan egy évben, amikor is van belvíz, tehát a média
abban már megjelenik a belvíz, mit gondolnak előre a résztvevők, csak azért érdekes, hogy milyen tudásokra építünk. Tehát vannak ítéleteink, hogy már pedig kell vízlépcső, nem kell vízlépcső, keresztbe, átlósan, csongrád alatt, csongrád felett, nem tudom, milyen tudásra építünk. Itt van egy darab momentum csak, hogy na akkor belvíz az hány százalékát érinti a szántóknak, olyankor, amikor már kettes fokozatú belvízlevezetés van, az OVF már jelenti, a médiában megjelenik. Régen volt ilyen sajnos, de hát ha lesz még. Na tessék, kérem az adatokat, következő. Itt most még a térkép, miről van szó, tehát a piros az harmadfok, a sárga vagy az másodfok, meg a zöld az első fok, tovább. Itt van az adat, ugye 18 tavaszán, egyébként vízvilágnapja, 36.600 hektár szántó, következő, a 4,3 millió hektár szántóból, következő, igen, van összesen, tehát valóban megint Péter, 1% alatt van ez a terület, nem szokták tudni, tehát ha lehet választani, inkább 5 körüli számot mondanak, 1% alatt van egy belvíz, átlagosan, volt egy nagyobb belvíz, de amikor úgy már belvíz van erősen, másodfokon vezetik lefele, akkor 1% van a szántóknak. Na most elmondom, hogy ez a víz, amit tavasszal levezetnek, az ugyanaz a víz, ami nincs ott nyáron. Tehát nem a belvízet vezetik le, hanem a vizet. Menjünk tovább. A belvíz fogalma, itt általában az a helyzet, és ezt mondom, hogy hamis fogalmakra, hamis tudásokra építünk, illetve felhívom a figyelmet, hogy ne építsünk hamis tudásokra, hanem menjünk a 21. század után, most már nem a 19. században, vannak új tanulságok. Például kevesen tudják, de itt látszik, hogy Szolnok megye, a legtiszaszabályozottabb megye, ugye a legalacsonyabb búza termelékenységgel rendelkezik az országban. Például ugye Veszprém mellett a Bakonnyal. Mehetünk tovább, vagy a Balaton felvidékkel. Ugye ez az árvíz-belvíz asszály egymásra vetített térképe. Látszik, hogy ugye a Tiszavidék érintett, egy helyen is egy időben van, és ebből az derül ki tovább, hogy rendszerszerű a baj ezekből az adatokból. Tehát akkor is baj, ha van víz, akkor is baj van, ha nincs víz. Tehát meg ez az esőnek való kitettség, tehát ehhez képest kellene valamit másik rendszert csinálni. Hangsúlyozom, a vízlépcsők azon ezen rendszer belül megoldások, vagy hát javaslatok, menjünk tovább. Itt van például ennek az illusztrációja, ez ugye itt a kisköre, jut eszembe, ilyen mutatásra jó ez. Ez előbb jó volt még. Hát a kis... Mindjárt kicserélem ebben, az előzővel legalább mutogatni tudok. Köszönöm. Volt itt egy elem, és akkor legalább mutogatok. Elmerült. Tehát... Ez itt Szolnok megye, Szolnok és a Tiszató közti részt mutatja. Látszik, hogy a VTT tározók területén van másodfokú vízlevezetés. Na most ezeken 20 milliárd forintokért csináltak VTT tározókat, tehát elvileg olyan tározókat, oldaltározókat a Tiszán, ahova a vizet teszik, ha túl sok van belőle. Ehhez képest ott másodfokon vezetik le a vizet most, itt 2023. januárjában, tehát a 2022-es nagyon száraz év után végre megjelent, egyébként majd látjuk, hogy nem olyan nagyon. Nem olyan nagyon jelent, meg másfélszer annyi csapadék esett januárban, mint szokott, tehát nem volt olyan túl sok. Ehhez képest akkor megjelent egy kis víz, és már vezette le a rendszer. Itt vannak, ugye itt 4 darab ilyen tározó is van, és ezután a nagyon száraz év után, mikor megjelent a víz, de nem a belvárosban, hanem a földeken, akkor azt vezették le. Hát nagyon, ott jobban vezették le, mint ahol, majd kattintással jelzem, hogy jobban vezették le, ahol tározó, mint ahol nincsen. Tehát ez tényleg nonsens. Mutatom, hogy nem olyan nagyon nagy volt az a csapadékeltérés, amiért ez a rendszer már összeomlott, az vízlevezetésre kényszerült, mehetünk. Na most ez még abszurdabb, ez a meg a száraz év híres
hírhet év elején, mutatja, hogy belvízvédekezés van itt a környéken, ugye itt mutatom Csongrádot, következő dián pedig látszik, hogy ugyanez a terület ugyanekkor aszály, közepesen aszályos területnek van nyilván itt áprilisban. Tehát az aszály ideje alatt is vízlevezetés van a területen. Hát erre azt mondom, hogy akkor nem jól működik a rendszer. Vagy az a valóság, amire hivatkozunk, az nem normális, mehetünk tovább. Na most látják, ez azért kell bemutatnom vízlépcső kérdés előtt, hogy megértsük ezt a rendszerszerűséget, hogy a rendszeren belül keletkeznek, tehát ennek a jelenlegi rendszernek úgy néz ki, hogy a jelenlegi víz és táj szemlélet és gyakorlat az aszályt csinál. Mehetünk tovább, mert van benne ilyen animáció, meg még. És ugye ahhoz, hogy viszont jó diagnózisra jeljünk, ahhoz mert hát jó legyen a terápia és a diagnózis, hogy helyes diagnózis szükséges, és az a szemléletem múlik. És ezért mondom, hogy ez a módszertani, szemléleti, világnézeti rész, ez fontos. Mert nem mindegy, hogy mi a valóság, meg mi a képe rólunk. Mehetünk. És na most, hogy ezek miért fontos, itt egy gyors ábrasor lesz, vagy egy megint egy kis elméleti rész, de ez még a vizen kívül is, ezt mikor levezetettem egy üzleti szférába dolgozónak, azt mondom, hú, de ez jó, most már, vagy de jó ez, most már értem, hogy a vállalaton belül miért nem voltak sikeresek a reformok. Hát azért, mert a jelenségek mindig a felszínen vannak, csak ilyen az árvíz, belvíz, aszály, vagy széndioxid növekedése, vagy bűnözés, vagy bármi, az a felszín csak. Egy mindig a rendszernek egy tünete, egy következmény a rendszer működésnek, mert mindig a működés hozza a jelenséget, a működést egy struktúra kelti, tehát mit tudom én, akinek hegedűje van, az hegedülni fog, akinek kalapácsa, az kalapálni. Tehát a kalapáccsal nem lehet hegedülni. Tehát zajt lehet csinálni, de más jellegű. Tehát, hogy az egy ökológiai törvény is egyébként, hogy a struktúra határozza meg a működést. Tehát másmilyen egy zsiráfnak a struktúrája, mint egy szúnyognak. Vagy mit tudom, vagy... Tehát, hogy... És akkor az szerint fog működni. Vagy egy juhnak, mondjuk a bélrendszere más, üde területeken nem jó legeltetni a juhot általában, míg a marhát mondjuk jó. Tehát az ártériás területeken. És az a kérdés, és ez itt a lényeg, tehát struktúra működés az fogja kelteni a jelenséget, hogy mi hozza létre a struktúrát. Miért lesz valamilyen a struktúránk? Tehát mondjuk építünk egy vízlevezető csatornarendszert, azt miért építjük? Azért, mert azt találtuk ki, hogy a víz az túl sok és káros. 200 évvel ezelőtt. Lehet, hogy akkor úgy volt, vagy úgy ismerték fel, vagy bizonyos érdekek szerint úgy tűnt, hogy úgy van, de most nincs úgy az víz. Tehát nem a régieket vádolom, hogy nem csinálták jól, mert az nem érdekes, hanem azt mondom csak, hogy most nem csináljuk jól, hogyha a 19. századi elvek gyakorlat szerint csináljuk, az értékrend, a viszonyítási mérce, hogy mihez viszonyítunk, hogy most jó, hogy van víz, vagy nem jó, van egy kis víz a földön, nem február-márciusban, akkor az most jó, vagy nem jó, az a nem mindegy. És aszerint rendezzük be a tájunkat, aszerint hát bánunk a folyókkal. Mehetünk tovább. Itt most megint, most még bemutatom egy másik animációval, ugyanezt mehetünk tovább. Hogy azt mondja valaki, hogy na nekem csak a tető kell, de a tető is, az a tetőt ugye a falak tartják, a falakat meg az alap. Mehetünk Péter, hogy ez ki legyen írva. Tehát így az értékrend fontos. Itt van például egy konkrét példa, és akkor már itt a módszertan a földrajzi ismeretekkel ugye összemosódik. Látunk ezen a képen egy szántóföldet, rajta egy vizet. Azt mondanánk az eddigi rendszerben, hogy ez egy belvíz, veszélyeztetett szántó, ugye? De jobban megnézzük, akkor ez a víz egy mederbe van. Ugye ott onnan jön a meder, benne ott nádas, tehát vegetáció nyilván tavasszal van, és akkor itt van a mederbe a víz. Akkor felmerül a kérdés, hogy mi van jó helyen, a szántó vagy a víz a mederben. Ugye a víz a mederben van, na a szántó is a mederben van. Hát erre én azt mondom, hogy mi van akkor, hogyha nem a víz van rossz helyen, hanem a szántó. Ezen a képen nem belvízveszélyes szántó van, hanem szántóveszélyes meder.
szántó veszélyeztetett meder. A szántó van rossz helyen, és azért van károm a vízből, mert oda vetettem előtte a gabonát ősszel. Amikor nem volt ott víz, mert ugye száraz évszak végén voltunk, most október eleje, vagy vetési időszak. Hát nem kell oda vetni, nem kell főszántani, nem kell vetni, hanem várni kell, hogy hátha ott víz lesz, örülni a víznek, mert a partján jó helyen levő szántóm vagy vetésemnek is a vizét, az a víz fogja adni, ami ott meg tud jelenni a mederben. Tehát a búza is a vízből lesz, a víz nem lesz a búzából. Tehát a víznek kell helyet találni a tájunkban, és a gazdálkodásunkban, megjegyzem, ott van. Tehát a meder nem össze-vissza lett az a víz, hanem egy nagyon szép struktúrába, vonal mentén, már pedig ott van a egy infrastruktúrába, nem is kellett építeni se, mert ott van, megépítette az evolúció, vagy a Jóisten. Mehetünk. Tehát itt egy fontos tényező, amit ebbe a vitából, hogy akkor kell nekünk vízlépcsőjére, és milyen nem, az fel kell ezt vetíteni, hogy na, akkor kétféle realitás van, mondom a példát, itt a Tisza mellett Nagykörűben, ahol én jövök, volt itt ezen a homokon gyümölcsös van, és akkor szárazság volt, mondták a gazdák, még egy ilyen év, és az megfelezi a fákat, nagy kiszáradnak. Mondtam, hogy akkor ide a lapostóba, az a neve ennek, hogy lapostó, kérek két nyomást, ide föl lehetne vezetni homok meg lapostó, ez a tájnak a nevei. Tehát nem én neveztem el, hanem ez. Ugye a lapos, lápos, tudjuk, mélyfekvési tetet jelent az alföldi nyelven. Ide fölvezetnénk a tiszavizet, amikor úgy van sok az árvízből, ingyen, gravitációsan. Erre megkaptam, hogy hát az nem reális, hogy a lapostóba víz legyen. Hát mondom, akkor az a realitás nem reális, ami szerint nem reális, hogy a lapostóba víz legyen, mert a lapostóba víznek kell lenni egy másik realitás szerint. Érthető ez, ugye? Írjuk ki. Tehát, hogy akkor mi a realitás, meg mi nem az, az ugye megkérdőjeleződik erősen. Vigyázok itt a... És itt mondom azt, hogy hoppá, hát akkor kétféle értékrend van, vegyük észre, úgymond, és lehet, ugye, mi van akkor, hogyha ez az értékrend, ez a mostani, ez létrehozza ezeket a problémákat, és azon belül, hogyha toporgunk, meg fejleszgetjük, úgymond, tovább, akkor abból nem lesz megoldás. De nem kell megijedni, simán van egy másik rendszer, amiben ugyanúgy mindenki megtartja az állását, meg az ülését, meg a beruházásait, csak mást kell csinálni másképpen. Mehetünk. Nézzük meg ezt a kétféle értékrendet egy kicsit, mert ez a kulcsa. Ugyanis mindenki jót akar, még a szakember is, mondom én, ha meg politikus pláne. De kérdés, hogy mi a jó, mi a szép. Tehát, hogy mi a viszonyítási alap. Jó? Tehát, mert azt mondja, hogy na, gyere, csináljunk egy jót, mondja nekem egy valaki. Hát, meg egy szépet. Szépen egyenesen, vagy szépen görbén, ugye? Hát melyik a szép? Az egyenes a szép, vagy a görbe? Na most tényleg kérdezek, ki dönti el? Na most tényleg ki dönti el? Az ökológus szakember dönti el? Vagy a mérnök szakember dönti el? Vagy a miniszterelnök dönti el? Vagy a többség dönti el? Szavazzunk, hogy melyik a szép. Hát én azt mondom erre, hogy van egy objektív mérce, amire lehet hagyatkozni, ami magasabb rendű minden eddigi említettnél. Ez pedig a természet és annak az eredendő működése, ami eldönti, hogy adott esetben melyik a szép. Más a szép a hegyvidéken, más az Alföldön, más egy könyvespolcon, ugye szépen egyenesen sorban vannak a könyvek, nagyon szép. De a medrek a tájban nem szép egyenesen vannak. Nézzük meg, hogy van a tájban. Tehát nézzük meg a nálunk magasabb rendű rendszernek, hogyan van. Menjünk. Ugye ez a mihez képest kérdése. Tehát itt néhány képpár lesz, hogy mi a szép. Akkor ez a faültetvény a szép, szépen sorban egyenesen van, ugye? Vagy ez a másik féle, amelyik olyan össze-vissza van. Nem, ez egy másik rend szerint van. Menjünk tovább. Itt van ugyanúgy, ugye kicsit messzebbről, de vetíthetnék ide ugye azt a klasszikusan ismert pázsitot ugye a tujafával. Megtörtént, most nem tettem be a képet, de egy ismerősöm fölhívott, hogy a kert, nézem meg, hogy milyen szép kertje van. Ugráló, mi a fene, trambulin medencécskével, ez a halott pázsit, meg a tuja sor a szélén, elég nagy telek, több száz négyzetméter volt. És az, hogy nem olyan, mint egy erdőbe? Hát nem. Hát nem olyan, mint egy erdőbe. És nagyon nehéz elmagyarázni annak, hogy miről van szó, a víz honnan jön, az oxigén honnan jön, az élelem honnan jön,
Annak, aki azt gondolja, hogy ez olyan, mint egy erdőben. Jó? Tehát, hogy mi a szép, tessék, ez a szép. Vagy akkor a másik, ugyanaz a baba állítólag, csak le van mosva róla az egy, a modern szépség, és fő van rá téve a hát egy klasszikusabb, mehetünk tovább. Na most itt van egy művész, aki rendet teremtett, azt mondja, hogy ez itt darabra ugyanannyi, ugyanaz van a képen, darabra. Nem ilyen rendetlenül, hanem ilyen rendbe. De mondhatnám, hogy nem ilyen rendetlenül, hanem ilyen rendbe. Vegyük észre, hogy ez is csak egy rend. A természetnek a rendje. Ami az Alföldön bizony kanyarog, mehetünk tovább. Na most tessék, mostani példa, három példa, négyet hozok, de bármennyit lehet, a debreceni Tócó völgy, olvasom ezen a süket Facebookon, a képviselő azt mondja, hogy szépen rendbe tesszük a Tócót, betonmeder kiegyenesítjük. Ez egy harmadik kerületi fejlesztés, a patakból ezt csinálták. Szentendén Bükkös patak ugyanúgy folyik, Pécsi Éger patak ugyanúgy folyik a vita, hogy na akkor ezt így fejleszgetik. És miközben van másik megoldás, Ajkai terv, szintén Magyarország. Ajka, torna gyakorlat, úgy értem a torna pataknak a fejlesztése, villámárvíz, stb. Rájöttek, hogy nem jó, meg lehet csinálni így is. És millió nemzetközi példa van, nézzünk néhányat. Ugye ez Solymáron van egy patakmeder, így nézett ki ilyen csúnyán, mondhatnánk, és megcsinálták ilyen szépre. Na most, ha villámárvizet, ez nagyon sokba került, ha villámárvizet akarunk csinálni, akkor ilyet kell csinálni. Jó, sikerült is idén megcsinálni néhányszor a hegyvidékeken. Meg kell nézni azokat, az nem Isten csapása volt, vagy klímaváltozás, lehet erre hivatkozni, de ilyen fejlesztésekkel van tele az ország. És ez ide vezet. És ez egy másik logika, másik értékrend, másik világnézet, hogy ilyeneket csinálnak, és így ebbe a gondolkodási rendszerbe ez jön ki. De nem ez a megoldás, menjünk tovább. Lehet másképpen is, ez egy nyugati példa, azért van így már elfordítva már. Itt azt mondja, hogy előtte, ugye? Ilyen, ott is megcsinálták ezeket a betonmedreket, de megcsinálják ilyenre, meg tudják csinálni. Mehetünk tovább, komplett városba. Madridba eltették a folyókat a föld alá, meg lebetonozták, rájöttek, hogy nem így, nem jó van, és megcsinálták folyóra a folyókat. És mindenki örül neki. Most, na, menj, itt van. Kétszer is. Patak revitalizációs. Most ez nem tudom, miért van kétszer, de mindesetre elég egyszer beírni. Tehát van egy oldal, szakmai oldal a Facebookon, piszkosul ajánlom, naponta kerülnek fel példák már évek óta. Európai jó példák, meg magyar rosszak, de lehetne fordítva is. Tehát abszolút ez realitás, hogy ilyen így éljük meg a folyókat ehelyett. Ez mindenkinek ismerős, az elmúlt 100 évben ez volt Magyarországon. De ez pusztulásba vezet. Villámárvízhez vezet, vízhiányhoz vezet. Mert úgy kell vízhiányt csinálni, hogy amikor van, akkor levezetem. Sőt, árvizet is úgy kell csinálni, hogy amikor van, akkor levezetem. Szegedi Nagy Árvíz 1879. Úgy kell árvizet csinálni, hogy nem engedem ki fentebb, akkor lentebb növelem az árvízi nyomást, hát ha átszakad valamikor. Menjünk tovább. Na most ez egy képen bemutatja érdekes módon, itt csináltak egy beavatkozást, ami nagyon természetszerű akart lenni, mellette kiengedtek még vizet, és itt a hód megcsinálta ingyen. Na most ez is arra való, ez egy ilyen hódgátszerű víz-visszatartós, mondom még egyszer, természetszerű folyamat akar lenni, de itt van, hát miért nem jó ez? Hát mi? Ja, hogy több hely kell neki. Hát igen, de az nem az ördögé lesz, meg a hód se az ördögé, hanem azt lehet, most nem azt mondom, hogy sütve jó, hanem hogy abban hal van, madarászat van, van ismerősöm, akinek vannak állatai, haszonállatai, meg rét is a területén, madárlessel, meg megszervezte, hogy jöjjenek nézelődni oda az idegenforgalmazottak. És azt mondja, több jövedelme van a sasnézésből, mint a rackából, mondjuk. De mondjuk nem kameruni. Na, menjünk. Na most itt van tehát akkor a kétféle értékrendnek a kétféle tájhasználat, és a kétféle táj, és a kétféle következmények. Az egyikben ez a búzabányának tekintett Alföld esetében, ahol észrevettük, hogy így, hogyha kiegyenesítjük a folyókat, és minden vizet levezetünk piszkosul, akkor nem lesz víz. Ja, az nem jó. Akkor gátoljuk el a csatornává tett folyóinkat. Duzzasztjuk fel. Tegyük bele trombózist, azt akkor ödém lett, akkor lesz benne víz.
Hát ugye nem jó megoldás. Ez a szántó monokultúra következményét is írjuk oda. Tehát ennek a rendszernek a következménye a túlzott árvíz veszély, amikor az árvíz veszélyként jelenik meg, mert az árvíz az csak az, amikor olyan nagy víz van nyár elején vagy tél végén, ugye? Hát ez nem rossz. Hát az a rossz, amikor fenyegeti az épített értékeket, stb. Hát de miért kérdezem, hogy mi kell a gátszakadáshoz például? Kell hozzá nagy víz. És még? Gát kell hozzá. Gát kell hozzá, amit fenn kell tartani, előbb-utóbb romlik. Ha az árvíz csak úgy kifolyik simán oda, ahova ki tud folyni, mutatom mindjárt térképeket, hogy hogy néz ki a táj, de ismerni fogják itt a szolgált környékiek, akkor nem szabad, hogy kárt okozzon, hanem hasznot okoz, vizet hoz. Hát a legnagyobb érték a víz, közvetlen a búza előtt. És még majd látjuk, hogy mennyi minden értéke van a víznek közvetve. És nézzük meg, üres még a másik oldal, de nem. Hát itt van, lehetne így is vizet visszatartani, a vízzel így gazdálkodni, oldalirányba kivezetem, írjuk rá, hogy ez micsoda, ártéri tájgazdálkodás, és itt van a különbség. Tehát mi, aki kell nekünk a vízlépcső helyett, ártéri tájgazdálkodás kell, de hívhatjuk korszerűbben is, menjünk tovább. Igen, itt egy tételdia jön, nagyon fontos, megint az államtitkárok figyeljenek, meg a tanárok, meg a gondolkodó emberek, tehát minden emberi működés tájhasználat, ugye? Még a fodrászé is. Mert a mezőgazdászé az biztos. De a pénzügyesé, vagy hogyha közgazdászé, az meg pláne. Tehát, hogy minden emberi működés végső soron tájhasználatba jelenik meg. Valamilyen táj, minden érték a tájból jön, mert nem tud máshonnan jönni. De nem minden tájhasználat tájterhelés. Tehát kérdezem, hogy ha vannak mondjuk egy folyóparton, mondjuk a Csongrádi strandon, 100 ember csinál nagyobb bajt, vagy egy? Vagy egy horgászhelyen 100 ember csinál nagyobb bajt, vagy egy? Vagy egy városban, egy éjszaka utcán mennek az emberek, 100 ember csinál nagyobb bajt, vagy egy? Hát attól függ, hogy hogy viselkedik. Tehát ha normálisan viselkedik, a normális itt azt jelenti, mi a norma, ugye a természet a norma számomra, ha természet szerint viselkedik, akkor nem okoz bajt 100 ember, viszont egy okozhat, ha nem normálisan viselkedik. Tehát van olyan tájhasználat, ami nem tájterhelés. A normális tájhasználatok az őznek, a gilisztának, meg a nem tudom, a többieknek is a tájhasználata, mindenki használja egymást, meg a magát, a tájat, tehát van egy ilyen svájci óra gyárként működő gyönyörű rendszer, ugye megeszi, lehajoltja a fejét, megeszi, megrágja, és kijön belőle, azt rágya, az pont jó a többieknek feldolgozni. Tehát egy gyönyörű működő rendszer van a tájban, amihez, hogyha igazodunk, abból lesz az élelem, meg az oxigén, meg a mindenféle megélhetés, és az nem tájterhelés, az csak egy simán, egy jó, normális tájhasználat. Viszont lehet rosszul is használni ezt a tájat, na az a tájterhelés, onnantól érdemes a lábnyom, menjünk tovább. De a megoldás itt van, olyan tájhasználat kell, ami nem terheli a tájat, ez a fenntarthatóság az én értelmezésemben, és ez a tájgazdálkodás, tehát a tájnak a működéséhez, az eredendő, tehát a létéből fakadó működéséhez igazodó tájhasználat. Beleértve mezőgazdaság, erdő, ipari parkok, meg minden egyebet is, hova építem az utakat, a teszkókat, meg mindent, hogy hogyan használom a tájat. Mit gondolok róla? Hova teszem a vizet? Hova nem teszem? Levezetem, amikor van, utána, amikor nincs, akkor sopánkodok, vagy nem tudom. Tehát, vagy pedig normálisan. Tehát ez a tájgazdálkodás. Menjünk tovább. Itt van, ugye szokták mondani, hogy persze fontos a természet, de az ember mégiscsak fontosabb. Hát ugye itt van az, hogy na, az embert vagy a természetet. Menjünk, föl szoktak lenni a kérdést, hogy na, az embert vagy a természetet. Menjünk egyet, Péter. Na most nem jó ez a kérdés megint, hogy az embert vagy a természet, melyik a fontosabb. Mert aki a kék egyetemen végzett, akkor az a kék négyzetet lát, aki a zöld egyetemen, az meg egy zöld kört. Na de fölül kell emelkedni ezen, egyel hátrébb lépni, és meglátni egy újabb dimenziót, hogy ez egy henger. Nem négyzet, meg nem kör, és az a megoldás, menjünk egyet, hogy az embert és a természetet, az egy rendszerben igenis megvan. Tehát ezzel feloldom ezt, nem erre a kérdésre válaszolok, hanem egy harmadik utat mutatok meg. És mert afelé, és egyébként a fenntarthatósági
hát, hogy mondjam, eredménytelenség, itt 50 éve beszélnek erről, semmi hasz, ugye nem semmi hasz, na, kontraprodukt, mert tehát megyünk gyorsulóan a szakadékba. Ez feloldja, hogy rossz helyen kerestük a megoldásokat, nem az számít, hogy hány kaviáros konferenciát sikerült megrendezni ebbe a témába. Menjünk. Hanem az, hogy milyen fejlesztéseket csinálunk. Ugye itt kétféle, egy képen mutatom megint kétféle világnak a vonalas infrastruktúráját. Van egy autópálya, egyenes vonalú, meg kell építeni. Ez reális, ugye, hogy lehet ilyet építeni, mert az fontos tényleg, hogy a török kamionok a kínai árukat a német piacra el tudják vinni a magyar tájba. De az, hogy itt ezen a szántóföldön itt égtelenkedik ez a meder vízzel tele, hát ez ugye nincsen a helyén, ugye ez egy belvíz veszélyeztetett szántó. És közben mi van akkor? Mi van akkor, hogyha ez egy folyó itt, miért ne? Folytatódna, megjegyzem, ugye itt van, látszuk a növényzeten. És ugyanúgy, ahogy építettek egy ilyen vonalas infrastruktúrát ide, úgy megtöltenénk ezt vízzel, ezzel a medet, ezt a medet vízzel. Azzal a vízzel, ami egyébként néha sok. És ott lenne egy ilyen folyó. Megjegyzem, ha napelemparkot akarnánk rá fejleszteni, az ugyanúgy realitás lenne. Meg lehet nézni, hogy hány hektár napelempark fejlesztés épült meg a legjobb szántóföldjeinken, fölmerült kérdésként, hogy na akkor a szántóföldeken akarnám a vizet tározni. Hát nem én, hanem felszántottátok azt a területet, ami a víznek való, akkor igen. De ha nincs ott a szántó, akkor már is nincs baj vele. Nem baj van, hanem haszon. Napelempark hány hektár épült Magyarországon, kérdezem, és hány hektárnyi meder lett vizesítve? Tehát nem kell megerőszakolni, hanem csak pont ott van a meder. Az hány hektár lett vizesítve az elmúlt években, mondjuk a napelemparkok számához képest? Szántóföldön. Mehetünk. Azon a híres, értékes szántóföldön. Itt van ugye kétféle mintázat egy képen, így is meg úgy is, ugye tiszai hullámtérbe, hát ez is egy degradált táj, de ezt most hagyjuk, meg a úgynevezett mentett oldalon, itt a magas part széle. Van egy eredendő mintázat görbékkel, ívekkel, ez ugye a folyómedrek, látszik, és van rajta egy rácshálózat, mint a börtönrács mögé tették volna a tájat, és akkor ez így próbálkozik. Hát itt van az ok ezen a képen, hogy miért nem működik. Tehát ez harcolás, a víz, mikor van víz, akkor ne legyen, akkor nincs víz, akkor legyen, ahova nem kéne oda. Ott más csinálok minden, ahelyett, hogy itt a táj akarna élni, mert benne van, tehát az úgy van egy működése a tájnak, az saját magát úgy fenntartja, eteti, itatja, egy lovat, ha kiviszel egy mezőre, az nem olvasni fog, vagy nem tudom, lepkét fogni, hanem legelni. Nem kell legeltetni, mert ő legel, ugye? Lehetővé kell neki tenni, hogy legeljen. Legyen ott fű, meg kimenjen oda. Nem egy boxba tartom, egy dobozba, egy börtönbe, hanem egy gyepen. És ő köszöni szépen, meg fog nőni a szőre, télire, stb. Tehát, hogy van, tudja a ló ezt csinálni. Menjünk. Na most itt egy összefoglaló díja, tehát egy helyes, miért helyes ez a szemlélet, ugye egy kis szójáték, menjünk akkor. Helyes, mert ugye a adott helyhez igazodik, az a mérce, az adott hely. Helyes, mert van helye, térbeli helye van a természetes folyamatoknak, van tér biztosítva, tehát ahol ez olyan, mintha nem hagynád aludni az embert. Az éjszaka az alvás ideje, nem most még, nem most az előadásé, de majd utána. Tehát az az ideje van neki, mondja a magyar, helye van neki, helyes, ugye mondja, és akkor a harmadik bekezdés is hagy legyen. Mert a magyar nyelvben véletlenül az, ami jó, az helyes. Helyén van, helyén való. Jó? És itt van az Alföldnek a domborzati térképe, ez a közép-tiszavidék közepe, kicsit fentebb, mint Csongrád, de itt is ugyanolyan. Ennyire nagy domborzat van, megjegyzem, 12 méter szintkülönbség van ezen a tájon, amit itt mutatok, 12 kilométer távlatban. 12 méter, tehát ez ugyanaz a síkság, amit itt élünk. Ennyire divers, ennyire látszik, hogy micsoda. Fejér tó, az a neve. Lapos tó, ez amit az előbb mutattam. Itt a magas part széle, a gátak itt vannak. Nem engedik ki az ártérre a vizet. Akkor itt túl sok, 5 méterrel van feldúzasztva most az árvíz, magasság, tehát a LMV a legnagyobb vízszint, mint ami eredendően volt. Ami sok, méter másoknak, nem menjünk tovább. Tovább. Ja, én itt nyomkodom. Igen, tehát most akkor már itt csúszunk át ugye ezekből a módszertani részből, ugye a földrajzi alapokba, de még mindig nem a gyümölcsön meg, hogy na akkor vízlépcső vagy mi helyette, de már látszik azért.
Itt egy tektonikai süllyedés térképet mutat a térkép. Ez ugye érthető, ez azt jelenti, hogy, hogy nem csak szociálisan vagy demográfiailag süllyed a tiszai alföld, vagy gazdaságilag, hanem tektonikai is, tehát egész egyszerűen a föld lemezek, amik úszkálnak itt a izzó magmán, azok nem egyformán úszkálnak, hanem vannak részek, amik süllyednek, más részek meg emelkednek. Amik emelkednek, úgy hívják, hogy hegység, itt a környéken a Kárpátok, amik meg süllyednek, azokból meg hát alföld lesz, vagy tengerfenék, de itt pont tölti fel, amennyire süllyed, annyira tölti föl a hegyekből érkező hordalék. Tehát az, hogy itt látjuk, ez a évenként 2-3 mm, meg 1-2-3 mm, pont ennyit tölt a Tisza a területen, a tiszai vízrendszer, a körösöket beleértve, a hegyekből lehozza, kegyeskedik ide lehozni az anyagot, és ezt a földtörténeti léptékű süllyedést, tektonikainak mondott süllyedést, lemezek, földlemezek, a föld bolygón süllyed lefele, az pont tölti ki, és itt vagyunk 90 méteren a tengertől 900 kilométerre légvonalba, ezen a nagyon kényes egyensúlyban úgymond, de nem kell megijedni, nem ez lesz itt a fő baj az országban, hogy elsüllyedne hirtelen az alföld. Legalábbis eredetően ez ki volt egyensúlyozva. Megjegyzem most, hogy nem tud kimenni ez a hordalék, mert a gátak miatt a víz nem tudja kivinni ezt a hordalékot, így hiányzik a mentett oldalról ez a hordalék. A mentett oldalon meg sok. Menjünk tovább, majd még erről lesz szó. Tehát az, hogy a Tisza folyó, vagy a Tisza fogalom maga, amire ugye most akarunk vízlépcsőt, vagy nem akarunk, tehát keresztgátat is, az nem egy csatornát jelent, egy 200 méter széles medret, aminek van homokpadja vagy nincs, hanem az egész tájat jelenti. Tehát itt van az ősvízrajz, ugye itt a Duna, itt keresztbe folyt a Szeged irányába, ez rakta le a mostan homokhátságként tisztelt területet, ez régen volt, és ugye itt egy szaggatott vonala van a mostani vízhálózat, ugye most már a Duna így folyik, így ismerjük, a Tisza meg így, de régen így folyt, és ez a sok medervonulat, ez megmaradt a nyoma az Alföldön. Amiket látnak egy tisztelt gazdálkodó kollégák, hogy ott mindig belvizes szokott lenni, meg ott egy meder van, bár ezt így nem szokták észrevenni, na az egy meder. Menjünk tovább. Ősvízrajz. És akkor úgy, ez így néz ki, itt ez kondoros folyó, most éppen belvíz, tehát megszűnt. Ez kondoros, ez egy folyó volt, nem egy két méter széles csatorna, hanem egy 20, meg 100, meg 200 méter széles meder. Menjünk tovább. Ugyanígy akkor fölülről, így ilyen a táj, ismerjük itt az Alföldön, ugye. Mehetünk. Ezt ugye úgy mutatom még egyszer, menjünk, hogy ezt a módszertani részben elmondtam. És akkor itt visszatérek ez a kétféle értékrendhez, mire való a természet, ez az alapkérdés, és tényleg most annyiba lassítok, hogy az első 10 évben én arról írtam tanulmányokat, hogy hogyan kéne csinálni. És semmi hatása nem volt, azt mondja, hogy jaj, ez jó, meg hogy ez nem reális, jó, de nem reális most, Péter. Hát mi ehhez képest, ami most van, hát ez a botrány, ez reális. Kinek mi persze a realitás. És akkor rájöttem, hogy azért van, mert nem értik ezt a... És más az értékrendi alap. A mire való a természetre, a jelen kérdésre, a jelenlegi rendszer azt válaszolja, hogy a természet ez egy üres buta asztal, üres buta színpad, amire nekem mérnöknek, meg közgazdásznak a jogász segítségével kell berendezni ott azt a színpadot, meg azt az asztalt, és ott értéket állítanom elő. Aki néha még hülyén viselkedik ez a természet, mert támad, árvizei vannak, meg ilyenek, meg beteg. Ez a mostani viszonyulás. Üres buta asztal. Írjuk ki egyébként, hogy igen, mik van. Ezt itt mehetünk végig, ez mindenféle a desztináció, az ugye idegenforgalomból ismert fogalom. Ezek mind itt van ez a díszlet. Menjünk tovább még végig ide. És akkor ebben van ugye az ökológiai lábnyoma van az embernek, amire már az előbb hivatkoztam. És akkor itt van ugyanúgy a természetvédelem is ebbe, mert rájön az embernek egy része, hogy hát ez így nem jó, hogy így mindent kipusztítunk, meg hogy ilyen hülyének nézzük a természetet, akkor ahol olyan szép, vagy olyan furcsa, vagy nem tudom mi, akkor az legyen rezervátum, meg konzervátum, ugye konzerválni. Ha nem konzerválni kéne a természetet,
hogy konzerv legyen belőle, hát ha úgy megmarad, vagy nem tudom, szeparálni az embertől. Hát mi is levegőt, oxigént élegzünk, meg vizet iszunk, meg szén, nitrogén, foszfor, stb. Körforgásnak része az ember. Tehát ez egy hülye koncepció, vagy modell, ez hozza létre. Ha nem lenne egy másik modell, amikor nem a színpad, hanem a színdarab maga az a természet, az élet maga. És akkor azt meg kell nézni, hogy az hogy működik, és azt a működést segíteni. Nem harcolni ellene, hanem segíteni. A folyó, hogyha folyni akar, akkor hadd folyjon. Ha ki akar áradni, hadd áradjon ki. Ja, hogy pont odaáradóva kell. A halak pont szeretnek kijönni oda, pont szaporodnak. A hal az pont nagyon jó, az érték. Egy hektár tó, amiben van hal, az nagyobb értéket hoz, mint egy hektár szántó, ami most bukást hoz. Idén is, meg tavaly is, meg mindig. Ja, de nekem traktorom van. Hát akkor parkolj levele valami jó helyen, aztán hagyj jöjjenek a halak szaporodni. Na most itt jön majd az állam szerepe be, hogy nem betongátakat kell építeni, hanem a mezőgazdasági rendszert úgy alakítani, hogy megérje egy tóba tavat tartani, egy mederbe vizet tartani. Menjünk tovább. Na most itt van a tiszai vízrendszer, ugye Csongrádnál itt van kiírva, itt vagyunk, Kárpátok, Tisza, Alföld, stb. Menjünk tovább. Azt látjuk, hogy a hegyvidékek csapadéktöblete van, az Alföldnek csapadék hiánya van. Jé, jaj, de jó, hát akkor egymással kell őket csak összehozni. Még kegyeskedik is ide lefolyni a víz. Pont akkor, amikor kell, mert tavasz elején jelenik meg ez a víz, és pont tavasszal kezdődik itt a száraz évszak. De jó, ja nem. Nem, most nem úgy csináljuk, menjünk tovább. Kis léptékben ugyanez, hogy a domborzat az előbb mutattam. De menjünk, hogy lássuk, hogy hát az ismert térkép, ami pontatlan, most adjuk, itt van, hogy miért pontatlan, menjünk, hogy a képzésekre legyen idő. Egy másik térképen bemutatom ugyanezt, itt van Csongrád, az ugye a Körösök vidéke, Tisza, a Kanyarú, Tiszazug, itt van ugye a Szolnok, hát Tiszafüred. Így néz ki, lehet tudni, hogy hova folyik, meg hova nem folyik a Tisza, meg mikor nem. A települések mindenhol a magas partok szélein helyezkednek el, megjegyzem 8000 éve. Tehát pont ez a vidék, itt a mostani Szegedtől a mostani Csongrádig, a élelemtermelés, Európa élelemtermelő kultúrái itt kezdődtek. Nem Brüsszelbe, hanem itt, ezen a vidéken. Tisza szabályozás előtt. Menjünk tovább. Ide ki lesz írva, hogy tökéletes a síkság, azért, mert nem homogén, hanem szintek mozaikos hálózata, tájrészek vannak és tájfunkciók itt vannak. Vannak részek és funkciók, mint ahogy egy bármilyen egyéb élőlényben is vannak részei, meg funkciói. A tehénnek is nem mindegy, hogy melyik részét rángatjuk, aszerint folyik belőle tej, vagy vér, vagy akármi. Menjünk. Tehát ez egy működés, amit lehet hülyén viszonyulni hozzá, vagy normálisan is. Na most közelebbről és tudományosan ugyanez a tájrészlet, itt mutatom egy gyönyörű domborzati térkép, másfél óra az egyetemen, de itt haladjunk jobban, elmondja, hogy mit akar, hogy mi micsoda, ugye, hogy mire való. Tehát, hogyha kapok egy sapkát, akkor azt nem a térdemre teszem, mert onnan leesik, hanem a fejemre. Tehát, hogy mire való. Menjünk. Ugyanez, hogy tökéletes síkságszintek, itt elmondja, hogy mennyire elmondja a táj. Itt van például, hogy föl van iszapolózva már a hullámtér, mert nem átalották idehúzni a töltést. Ahelyett, hogy idehúzták volna. Miért nem ide építették a töltést? Mert ez is kellett búzatermesztésre ez a terület. De arra nem jó, mert illetve kiszárad. Ha nem jut víz a tájba, akkor kiszárad a búza. 100 évig viszonylag bírta a táj, de már most nem bírja. Vége van. Tehát láttuk, hogy idén most jól indult az év, ugyanúgy aszályos év lett belőle. Egyébként pedig a csapadék mennyisége az nagyjából megvan. Még majdnem tavaly is megvolt. Az elmúlt 7 évben, nagyon érdekes adatot mondok, az elmúlt 7 év csapadéka, amiből 4 ugye erősen aszályos volt, az átlagos csapadékot ad ki. Csak ugye a viszonyok az egyszerre, hogy esik le a sok, meg nagyon megnőtt ugye a hőmérséklet, ami növeli a párolgást, a légköri aszályt, stb. Menjünk. Ezek már, még ezeket még mondja, de menjünk tovább. És akkor itt van egy táblázat, ugyancsak államtitkároknak, meg esetleg főosztályvezetőknek is, hogy 3+1 szintet megkülönböztetünk ezen az ártéries vidéken, amikor állandóan víz alatt kéne, hogy legyen ez a terület, amikor rendszeresen, de nem mindig, tehát tavasszal igen, de nyáron már nem,
ugye azt tudja az ártér, hogy kiönt, de utána nincs rajta a víz. Jé, ott erdők, gyepek, lápok, ezek mind élőhelyek, mind haszonvételi helyek tudnak lenni. Aztán, ahol nem minden évben önti el, de azért még elöntheti a magasabb árvíz, ott is más növényzet, vagy hát növényzet tud lenni és hasznosítás. És vannak ugye az ármentes szint, ott mondjuk lakni, mert élni nem lehet, vagy hogy van, lakni nem lehet az ártérben, de élni és megélni annál inkább. Tehát itt nem az ördögnek, ördögi az a terület, ami a természet, odaadtuk a természetnek. Hát nem az, amit a természetnek adunk, ha jól adjuk, azt magunknak adjuk. Ez a lényeg, ez a gazdálkodás, ezen a gazdálkodás, nem azt, amikor az input anyaggyártó cégek báboznak velünk, hogy na ezt elő van írva, hogy mikor, mit, hogy tegyél bele a földedbe, jó drágáért, utána megveszik negyedáron a terményt. És a termelőnél marad a bukás. Most ugye 100 000 forint hektáronként a bukás az idei évben, menjünk. Ja, a kicsi gazdák, a 100 hektár alatti kicsi gazdák. Itt is menjünk. Itt azt mutatja ez a térkép, hogy rendszerszerű ez a csapadékhiány, nem a vízhiány, hanem a csapadékhiány a nyári fél évben, 350-400 mm, ez több, mint a kétszerese, a párolgási nyomás, vagy kereslet, az több, mint a kétszerese nyáron, mint amennyi esik. Most itt azt mutatom be ebbe a pár diába, hogy a nyári vízből, nyári vizekből, csapadék, meg folyó vízhozamok nem lehet megoldani a nyári vízigényt. Se a városokban, se a mezőgazdaságban. Amit a mostani rendszer akargat. Mert a téli nagyvizeket elengedi, Kiskörén is, meg ha lenne Csongrádon, ott is elengedné, mert ez a rendszer ilyen. És a nyári, mert hogy nem fér el bele, mert ugye a szűk a rendszer, és hogyha egyszer csak jön egy nagy víz, az ugye nem fér el, az árvízi katasztrófát okoz. Tehát elengedik a nagy vizet. Utána, amikor kis víz van, azt elkezdik visszatartani. Csak hogy nyáron 50-100 köbméter per szekundum van a Tiszába. Télen meg 2000, ugye te már víz idején. Tehát a nyári 100 nap alatt negyed annyi víz folyik el, mint tél végén egy 10 napos árvízbe. Akkor még mikor, ez olyan, mint hogyha télen akarnád aratni a búzát, mert akkor vagy éhes. Tehát a búzát az nyáron kell aratni, a vizet meg tavasszal. Akkor kell betárazni a valahova. A hova? A tájba, ahogy láttuk az előbb. Tehát óriási vízhiány van. Csapadékhiány van pontosabban, mert lenne víz, miért nem vízhiány? Azért, mert az árvíz pont akkor kegyeskedik megjelenni, az az árvízi víztöblet, az jön a hegyekből. Az nem veszélyforrás, hanem erőforrás, a lehetőség, hogy a vízháztartási mérleget kiegyensúlyozzuk. Csak simán meg kell oldani, hogy a víz ki tudjon jutni a tájba, vagy be tudjon jutni a tájba. És ott elkezdjen beszivárogni, elpárologni, éltetni egymást, a búzát is. Menjünk tovább. Tehát van időnként víztöblet, egyébként csapadékhiány, van egy természetes infrastruktúra, láttuk, ezt kéne, és egy óriási ilyen ezt nevezem én aszály hajlamnak. Tehát van egy aszály hajlam az ország eredendő működésében, az Alföld eredendő működésében, de az aszály hajlamból aszályt a tájhasználat csinál. A vízgazdálkodás és a mezőgazdálkodás csinálja az aszályt. Ez a fajta jelenlegi iparszerű monokultúrás búzabánya tájhasználat, ez aszályt csinál. Menjünk. Itt is lehet nyomogatni. Tehát van egy rendszerszerű csapadékhiány, és ugyanakkor ugye van, minthogy nem esik az eső, süt a nap, ez nagyon jó. Szegény Hollandiába, mert Hollandiával szokták összehasonlítani, hogy milyen sikeresen levezettük a vizet, mint Hollandiába. Hát igen, mert itt hiány, itt nincs. Tehát ne hasonlítsuk már össze az óceáni éghajlatú Hollandiát, ahol dunántúlnyi területen lakik 10 millió ember, Magyarországgal, vagy az Alfölddel. Itt van a csapadék térkép, meg mindjárt ide tesszük a legnedvesebb területek térképét. Eredendően is ismerjük a térképet, itt voltak a legnedvesebb területek. Közben a legkevesebb csapadékot kap. Hát akkor ez nem a legrosszabb területek, hanem a legnedvesebb területek, tehát a legjobb területek, mert a víz a legnagyobb érték. 21. században vagyunk, szólok, már elég régóta. Írjuk föl ide a két mondatot. Tehát az árvíz arra való, hogy pótolja a hiányzó csapadékot. És ez azért érdekes, mert úgy van a szakkönyvben, hogy az árvíz a folyó lázas életjelensége. Úgy tanították a vízmérnököket, ezen szakkönyv szerint,
Ászlófi Voldemár 1982, akadémiai kiadó, 108. oldal, az árvíz a folyó lázas életjelensége. Hát persze, hogy meg akarom gyógyítani, de hogy nem az. Tehát hibás ez a szemlélet, mert fölmerül a kérdés, hogy a legszárazabb területek a legnedvesebb, vagy a legkevesebb csapadékot, menjünk Péter. Meg még tovább. Az árvíznek ugye a szerepe, nagyon, ez a kulcs. Tehát az új koncepciónak az, hogy akkor kell a vizet tározni, amikor van, tehát a téli nagy vizeket kell tározni, amit eddig árvíznek hívtunk, meg belvíznek. És hol kell tározni, ez a másik kulcsa, a tájba. Tehát nem a mechanikusan mesterséges víztestekbe, a folyó mederbe, ami folyik, hanem benne a tájba, ott, ahol mutattam. Mert a víz a tájban nem mesterséges víztestekben tud értelmeződni, hanem egy sajátos körforgásban, egy kis vízkörforgásban van, a talaj, van a növényzetben és az alsó légkörben, megjegyzem, folyik fölfele a víz, ezt onnan tudom, hogy lefele is folyik. Tehát ha lefele van víz, esőnek hívjuk, akkor fölfele is van. Folyik a gyökérzetbe fölfele, a fába, páne, a párolgással is folyik fölfele, rengeteg víz megy fölfele, pont annyi, amennyi leesik. Na azért esik le, mert fölment. Tehát megy fölfele, és a harmad csapadék, hogyha tudjuk, illetve nem tudjuk, mert most már nincs, de hogy az, mennyire fontos, és az naponta megképződik, hogyha van a rendszerben, tehát a tájunkban van víz, akár kiskert léptékben is, tehát hogy nem csupasz fátlan sivatagban vagyunk, hanem vizek és fák tarkítják a tájunkat, akkor ott a víz, ott él. Van egy saját élete a víznek. Menjünk. És akkor itt vannak három tétel, mert hármakat szeretnénk fölhívni, és akkor ugye tudják a háziasszonyok is, tehát a tartósítás lényege, hogy a vizet kivonom a rendszerből. Hát na most innen kivontuk az alföldből is a vizet, hát ez, a vizet kivonjuk, az életet vonjuk ki a rendszerből. És na itt a klíma kérdése, éghajlat stabilizálás. Tudjuk, hogy a óceán éghajlaton, az óceán télen fűt, nyáron hűt. Na most, hogyha az alföld föl van töltve vízzel, édesvízzel, nem mint egy medence színűtig, hanem olyan dinamikusan, ahogy láttuk. Nincs annyi víz, ami itt elférne, tehát ezt megnyugtatok, még egy sajnos nagyon kevés víz van az árvizekben is most már, de fel kell tölteni, és az mérsékelni a tájat, mert nézzük meg a harmadik mondatot is, a klímaszabályozás eszköze a víz. Nem a széndioxid kibocsátás csökkentése, majd egy következmény. Hogyha van elég víz a tájban, akkor a széndioxidból a növények szenet csinálnak, megkötik, meg oxigént. Tehát, hogy ha van elég víz, a táj az vagy a víz az a tájnak a hűtővize is, tehát ami eloszlatja ezt az energiát. Nyugodtan nyissuk ki az ablakot, hogyha már nagyon kényelmetlenek a székek. Hát lehetne, na menjünk, de jönnek ide a menekülők még a rosszabb helyekről, délebről. Menjünk tovább. Tehát a vízkörforgás fogalmat mondom, hogy minden léptékben és minden mértékben folyik a körforog a víz a tájban, és hogy a gazdaság, tehát minden léptékben, minden mértékben folyik, és hogy a gazdaságban a pénz mozgatja a gazdaságot, úgy a természetben az életet a víz mozgatja. Itt van ugye a klasszikus vízkörforgás, ide írjuk fel ezeket a tanulságokat, hogy a vízkörforgás többszintű, hogy a pénz mozgatása, a gazdaság mozgatása, pénzkörforgásról tudnak a közgazdászok, és vízkörforgás ugyanúgy, és az emberi működésnek az a feladata, hogy segítse ezt a vízkörforgást a tájban. A duzzasztőmű nem ilyen. Nem vízvisszatartásról kell beszélni, vízmegtartásról, az egy statikus és mechanikus fogalom, hanem vízvisszaforgatásról. Tehát ezt az élő működésbe kell bejuttatni a vizet, hogy hadd éljen benne, menjünk. Tehát a tájhasználaton múlik a vízgazdálkodás hatékonysága, illetve mélyensége. A tájhasználaton. Nem a vízgazdálkodási műveken. Nagyon ismert, ide írjuk föl, hogy a szántás sivatagot csinál, hidrológiai értelemben is. Tehát nem természetvédelmileg csinálja azt a sivatagot csak, hanem hidrológiai értelemben is sivatagot csinál. Itt látjuk, hogy a vízfelület meg az erdő, az nagyjából ugyanazt tudja az éghajlat mérséklésében, tehát ugye most így októberben nem annyira vészes, de a hőhullámok, stb. Meg tudjuk, hogy ez egy fő, tehát az élet lehetőség, tehát a tájunk élhetetlenné válik ezzel a
hát változással, amit az emberi működés okoz elsősorban. A kis helyi rosszul működések, azok összeállnak regionális, illetve globálissá, és így van egy globális klímaváltozás, de visszafele is így meg lehetne csinálni, hogy mondjam, meggyógyítani. Menjünk tovább. Ezeket lapozzuk, itt csak azt mutatom be egy tudományos kutatással, hogy kimutatták most már izotópus vizsgálatokkal, hogy a csapadékok helyben keletkeznek az Alföldön, és a debreceni vízmércén például, tehát a nyári csapadékoknak, tehát az éves csapadék 60%-a az Alföldről elpárolgott vizekből van, nem atlanti meg mediterrán ciklonális forrásból van, hanem az Alföldön elpárolgott vizekből. Tehát ha nincsen elpárolgás az Alföldön, nincsenek vizek, akkor nem lesz csapadék. Ha meg vannak, akkor lesz. Ez csak ezt mutatja, hogy a tudományos igényű közönség. De itt józan észre ezek felfoghatók. Menjünk, akkor nézzük meg ezeket a tanulságokat. Ez milyen ciki, hogy ez nem működik. A tájaknak van eredendő működés. Értjük akkor most már, hogy ez mit jelent. Tehát, hogy nem hülyék, halottak, hanem egy halott buta valami, hanem ott az úgy akar élni. És a vízellátás is értendő, az embereknek is van valamilyen működése, és ettől függ, hogy milyen lesz az életünk, menjünk. Az aszályhajlamból aszályt a tájhasználat csinál, ennek megfelelően nem klímaváltozás van, hanem klímaváltoztatás. Szokták mondani, hogy de az emberi működés, tudunk-e az emberi működés, hogy hatással van a klímaváltozásra, és akkor ilyen bioengineeringnek hívják, hogy ilyen gépekkel majd úgy visszaváltoztatják a klímát. Hát könyörgöm, csak hogyha a tájhasználat miensége, az már önmagában, nem, az befolyásolja a klímát, mint jelenségszintet. Menjünk tovább. Meg még tovább. Tehát ha megfelelő a tájhasználunk, akkor kiegyensúlyozott lesz a vízgazdálkodásunk, duzzasztás nélkül. Menjünk tovább. Tehát a téli fél évnek, mint időszaknak, és a hegyvidékeknek, mint területnek a víztöbletét kell felhasználni, az Alföld, mint terület, nyári, mint időszak, víz hiányának a pótlására. Alaptétel, menjünk. Tehát a helyes vízgazdálkodás, az a vizes helygazdálkodás, tehát amikor van helye a víznek a mezőgazdaságban. Menjünk. Itt is haladjunk. Láttuk, hogy van helye a tájban, tehát a hidrológiai, a víztátáltás mérlegben is, mert térbeli helye is megvan. Mindjárt mutatom a térképeket, és viszont nincs meg a helye a modernkori iparszerű tájnak, mert minden szántva van. Nem az a dolguk, hogy levezessük, hanem hogy találjuk meg a helyét. Menjünk. És akkor már is itt vagyunk. Na, itt gondoltam, hogy a TISZA szabályozást itt most behozom, hogy lássuk, hogy a duzzasztó ötlete hogyan következik az eddigiekből. Menjünk. Itt van ez az ábra. Hát ez is egy kicsit hosszabb tud lenni, hátulról meg nem is látszik. Működési modernizálni, mert gabonakonjunktúra van, el lehet adni a gabonát. Ez a 19. században volt, amikor megindult a TISZA szabályozás Széchenyi vásárhelyi. Szállították ki az Alföldet. És ezt úgy akarták a vizek levezetését elérni, hogy a mederhosszt csökkentik, tehát a medert átvágják, ez a nagy vízi szabályozás, kitik a medreket, ezáltal az esés megnőtt a folyónak, az energiája megnőtt, ez érthető, ugye, senki nem vízmérnök, tiszta, világos, köszönöm szépen, érthető úgyis, pláne. Vagy matematikus, nem tudom mi, fizikus, vagy földrajzos, tehát hogy érted, átvág megrövidül, esés nő, energiája nő, akkor a meder oldalirányú eróziója nő, akar menni jobban a folyó, és a lefele irányuló is nő. A nagyvízi szabályozás így közvetlenül okozza a középvízi szabályozást, amikor is fixálni kell a medreket, mert elindulnak a medrek oldalirányba jobban, és eleve a modernizációnak útjában van az, hogy a folyó él. Azt úgy mozog. Nem olyan nagyon mozog, nem úgy mozog, mint egy ló, vagy nem úgy, mint egy futórózsa, de mozog, mert hogy él. És keletkezik benne homokpad, amin lehet strandolni. Meg magas part, amiben lehet fészkelnek a gyurgyalagot, lehet nézni a pénzeire a külföldiekkel, ahol már nincs ilyen.
nézetni. Jó? De kikövez, ez a középízi szabályozás egyszerűsítve a mederek kikövezése, fixálása, tehát ilyen plakkok létrehozása, vagy nem érszűkület, hanem ez a nem vagyok orvos se, de abszolút az élettani párhuzam megvan. És a meder lefele irányuló erózia, a kisvízi meder is hát romlik. Idézem a szakirodalmat, a szabályozás természete, tehát ez az egész mechanizmusa, magában hordozta a hajózási viszonyok megromlásának majdnem valamennyi okát, mondja szó szerint Iványi Bertalan vízmérnök 1948-ban. Tehát a szabályozás rossz volt a hajózás szempontjából, koncepcionálisan. Ez új, ugye? Hát most én tudom, hogy nem így tudtuk, de ezt mondja a vízügyi szakirodalom 1948-ból, és itt van a földrajzi mechanizmus, hogy azért, mert itt mutatom, hogy akkor nézzük meg ezt a részt, hogy a kisvízi időszak megnő, a kisvízi hozam csökken. A szélsőségek a Tisza vízjárásába, a szélsőségek jelentősen növekedtek a szabályozás nyomán, annyira, hogy most már kifogy a víz a mederből időnként, vagy hosszan nyáron, és túl sok a víz a mederbe télen, a járvízkor. Azért, mert hogy lehet árvizet csinálni? Úgy, hogy az összegyülekezési időt csökkentem, tehát minél hamarabb lefolyatom a vizeket, olyan kibetonozott medreket, meg erdőtlen hegyoldalakat hozok létre, amit a modernizmus létrehozott, ezáltal hirtelen jelenik meg a csapadék, vagy a holvadás a mederbe, és nagyon az összeszűkített mederbe nagy árvízi potenciál jelenik meg. Ugye? Tehát az árvíz veszélyt növeli a Tisza szabályozás. Persze védekezik ellene, harc az megy. Jó, itt van, majd lehet szemezgetni a felvételen utána az egész tábla. Itt az a lényeg, hogy a meder duzzasztások ennek a logikának szerves részei. Ez olyan, mintha az egyik sok pofont a másik újabb pofonokkal akarnám ki egyensúlyozni, vagy gyógyítani. Nem jó ötlet, menjünk tovább. Lesz mindjárt jó megoldás. Itt ez csak a szokásos, mert látják, hogy ebben az ábrázatban, amikor strukturálisan bemutatom, hogy koncepciósan hogy hibás a visszaszabályozás, ezek csak a szokásos jelenségszintű bajok, menjünk. Amik ugyancsak őrült fontosak. Itt néhány idézet a szakirodalomból, menjünk végig, hogy ne töltsünk rajta sok időt. Az árvízszín süllyedését várták, és emelkedett. Az olyan, mintha azt mondom, hogy na gyertek kirándulni, elmegyünk Szombathelyre. Az megérkezünk Nyíregyházára. Hát akkor mégiscsak eltévedtünk, ugye? Nyíregyháza is egy szép város, nem azt mondom, de másik irányba akartunk menni. Itt van a mondat. Stb. Most ennek az elemzését is most én ezt kihagynám, mert itt a tanulság a lényeg, vagy nincs rá idő, úgy értem, hogy forruljunk az idővel. Mindegyiket ki lehetne bontani. A lényeg az, hogy ez nem a Greenpeace kiadványából van, vagy egy civil környezetvédő írta, hanem akadémikus Lászlófi Voldemár ebbe a könyvbe. Menjünk tovább. Az iskolában így van, következőben nagyítsuk ki, hogy ez mi van itt az ábrán. Azt mondja, hogy a legoptimálisabb, ugye értékrend, a legszebb, az egyeneshez leginkább közelítő folyómedret. Hát miért? Mi van akkor, hogyha ő nem részegségből vagy tévedésből kanyarog a Tisza az Alföldön, hanem azért, mert nem akar lefolyni hamar, rögtön, nem akar kivinni a vizet, hanem benne akarja tartani a tájba. Megjegyzem, hogyha meder tározásról beszélünk, akkor egy 10 kilométeres szakaszt meg lehet tenni 10 kilométer alatt, meg lehet tenni 20, meg 50 kilométer, meg 100 kilométer alatt is, ha meanderezik, ha kanyarog az a folyó, ugye? Na hát ezt csinálta a Tisza. Akkor mégse volt olyan hülye. De hát már most nem lehet visszacsinálni. Hát mit nem lehet? Stadiont lehet építeni? Vármegyét lehet átnevezni? Azt nem lehet, amit nem akarunk. Menjünk. A természet eredendő működésében legalábbis megvannak a feltételek, és a muszáj is megvan. Mert egyébként ez sivatagokhoz vezet, ez a mostani rendszer. Vízlépcsővel az élen. Ezzel folytatjuk, menjünk. A VTT vásárterv továbbfejlesztése
teljes bukás a koncepció. Az alcím nagyon jó, az volt az alcíme 2004-es törvénynek, hogy ártérreaktiválás szabályozott vízkivezetéssel. Ezt kéne csinálni. Az ártereket reaktiválni az árvíz szabályozott vízkivezetésével. A területeknek, a tájhasználatának, mezőgazdálkodásának az átalakításával, hozzátéve a mezőgazdasági szabályozási támogatási rendszer, hogy megéri a gazdálkodónak. Ez kéne, ez a feladat. Akkor is ez volt, meg most is ez. 20 éve eltelt. Azóta 30%-kal csökkent a víz készlete a tiszai vízrendszernek. Megvárjuk, míg kifogy, azt hívják sivatagnak. Már el vagyunk indulva, folyók tűntek el az Alföldről. Nem a Tarna, amit most a tavaly volt egy hír, hanem mondjuk itt a Körös-Maros köze, mint az ország egyik legunalmasabb tájában, 5 nagy folyómederről tudunk. A Kondorost említettem, ugye Kurcát is belevéve, Veker, Kórógy, Kenyereér, Szárazér, ez már nem tudom a 6. Tehát ezek mind folyók voltak, most nincsenek, most csatornák, meg belvizes területek. Menjünk. Ez jó. Esettanulmány mintapélda, hogy hogyan csinálták hülyén a VTT tározókat, felmutatom a térképet, menjünk, itt van egy ártéri öblözet, és így építettek meg benne egy töltést, itt ebben a mederszakaszban, hosszában a mederben épült töltés. Menjünk, el sem mesélem, mert van a szörnyűség. Ez egy koncentrációs tábor, történetesen disznó izlalda, EU-s holland technológia, de mennek be az emberek, mert annyira nincs immunrendszerük a disznóknak, sötétben vannak és alom nélkül, rabszolgák, sötétben és alom nélkül ne olvasgassanak, hanem hízzanak, ilyen rácson állnak, hígtrágya, stb. Tehát modern technológia, ez a modern technológiaság, menjünk. Csirkébe ugyanez, menjünk tovább. Növényekbe ugyanez. Tehát nem az állatevéssel van baj, hanem az iparszerűséggel. Ez egy iparszerű növénytelep. Májusban készült a kép, zöld a töltés oldal, itt vegyszerrel kaszáltak, alul-fölül mind a 6 oldalról be van kerítve ez a paradicsomnak látszó tárgy, és rabszolga paradicsom termesztés folyik, fejlett technológia. Én azt mondom, miközben itt nem a Negev sivatagban vagyunk, hanem a Kárpát-medence édenkertjében potenciális. Van talaj, tehát nekem azt mondta egy gyulai gazdálkodó, 40 aranykoronás bőzön, azt mondja, a biogazda, vagy a precíziós, vagy nem is tudom milyen gazdák, ezen kertészeti technológiának a legnagyobb ellensége a talaj. Hát mondom, baszki, már bocsánat. Na de ez is egy szemlélet, értik? Mert homokon mindent oda viszek, azt tudom, én mit vittem oda, az van benne, stb. De az nem élet. Vagy egy másik szintje. Na most elhiszik-e, hogy van élet? Azért volt, itt vagyunk. Tehát evolúció. Tehát, hogy volt olyan, hogy élet, tehát az tudja, nem hülye az élet, hogy úgy meg kell neki mondani, hogy vegye fel a tápanyagokat. Mérnökképzés előtt, kertész mérnökképzés előtt már volt élet, képzeljék. De nem csak már most. Na, menjünk. Na hát ez is. Ez a szántófő. Én nem tudom, mi ez a lé, de hogy a természetben ilyen nincs, az biztos. Ez sivatag. Menjünk tovább. Tehát rabszolga táj, rabszolga emberekkel, egy sivataggá fejlesztett, itt potenciális édenkertben vagyunk, ahol kapálózunk most a vízért, mert kifogyott a rendszerből. Igen, menjünk. Itt van a környéknek, itt ez a Kurca VGT alegységbe, ennyire a szántóföldi dominancia megvan. Menjünk. Tehát erről beszélek. Na, haladunk nagyon jól, már csak másfél óra. Nem, már jó lesz. Menjünk, itt nagyon fontos ábrasor következik, annyira, hogy vízpótlás. Másfél óra, tessék, akkor valaki kér, vízpótlás. Másfél órában végig szoktam érni. Csak 20 percben nem lehet ezt elmondani, mert akkor lóg a levegőbe. Jó? Tehát köszönöm a türelmet. Menjünk, itt fontosak lesznek. Vagy ha tetszik, most jön a gyümölcs, vagy a szüret. Tehát a kétféle vízgazdálkodást összehasonlítom, ez az egyik, aminek része a Csongrádi vízlépcső, meg a kiskörei. Ez egy terület minimalizált, azaz helytelen, tehát nincsen helye a víznek, vízgazdálkodás, ahol iparszerű a szabályozás, tehát mechanikus, iparszerű. Itt azért arra alapul, hogy a folyó lázas életjelensége, és akkor itt elvezetik a vizet mielőbb, el akarjuk vezetni a vizet, annál meg öntözni akarunk, amikor nincs. Menjünk tovább. Így állandó krízis helyzet van, mert vagy ha havél víz, az is baj, ha nincs, az is. És
azért, hogy a szántó monokultúrát fenntartsuk. Menjünk a másik lehetőségre, ami helyes, tehát van helye a víznek, helyorientált, terülorientált ez a vízgazdálkodás. Itt egy természetszerű szabályozást van, menjünk, föl lehet írni az összeset. Természetszerű a szabályozás, az árvíz nem betegség, hanem a legfontosabb életjelensége a tájnak. A pulzáló szívverése a tájnak, amikor a folyadék meg a tápanyag kimegy a tájba, meg visszajön magától az ereken. Véletlenül úgy hívják, hogy erek. Az ereket a tájba is, meg az emberi szervezetbe is. És a nagy vizekből akarunk tározni, a tájban, ahova valóval kell a víz. Ha tetszik, demokratikusan ki van osztva a víz, és ott nem kell öntözni, mert ott úgy van a víz magában. Na most lehet öntözni bizonyos kertészeti kultúrákat, ahol megéri, de nem az, hogy arra alapítjuk a mezőgazdasági termelésünket, tehát az élelmezés biztonságot, hogy öntözünk azokból a vizekből, amik nincsenek. Az öntözés fejlesztési koncepció, most tudjuk, 1-2%-ot öntöznek. Ezt föl lehet fejleszteni 7-8-9%-ra maximum. A szántóknak. Akkor a 93% sivatagban lesz 7% oázis? Lázár Jánosnak? Vagy kinek? Tehát a vizekkel. Tehát, hogy lássuk meg a különbséget. Miközben potenciálisan eredendően ez egy édenkertről van szó. Fele víz, fele hal, itt nincs éhezés, meg ilyeneket mondtak. Itt kiállíték a piacra a halat, aztán ott hagyták, mert túl sok volt belőle. Tehát egy potenciális élelem bőség van a Kárpát-medencében, független attól, hogy hányan laknak benne, hangsúlyozom. Itt a táj potenciálról van szó. És ma se a mezőgazdaságból élnek az emberek vidéken, hanem a támogatásokból, meg a városból. Menjünk tovább. Nem, mozaikos tájgazdálkodás. Menjünk tovább itt is, hogy akkor nézzük ezt a két. A visszatartás, mert most már beszélünk vízvisszatartásról, na azoknak a különbsége. Az egyik ez a duzzasztásos, medertározásos rendszer, ahol a kisvizekből mesterséges víztestekben akarok szűk, mély csatornák által, és a vízpótlás a haszonnövény szintjén jelenik meg. Kiszárítottam a tájat, de nekem az én kis táblámon, az én haszonnövényem, az kapjon elég vizet. Hát ez nem működik. Bemutatta a múlt év, hogy volt, aki tudott öntözni, van arról is kép, homokátságon öntöztek kukoricát 30 centis kutakból egy darabig, de utána júliusban már ott hagyták, mert az se volt elég. Mert olyan légköri asztály van, annyira hiányzik a víz a rendszerből, hogy nem tudja. A másik példa, mondta a gazdálkodó, hogy rúgta, mondja, a főt krumpli lett a főtbe benne. Tehát, hogy belerohadtam. Vagy a gyümölcsösökbe, ugye, hogy nem tudja értelmezni az a nyomorult növény a plusz vizet a 40 fokban, nulla páratartalommal. Mert az eső az nem csak vízmennyiség, hanem az egy sok minden egyéb, mondanám, hogy hangulat, de az egy sok minden az eső, nem egy vízmennyiség, pluszban, mechanikusan, megint a két szemlélet. Ja, és hát külső energiára utalt, pumpálgatni kell, víz nem folyik fölfele, de folyik. Az előbb elmondtam, hogy ezen a rendszeren pedig víz visszatartásról beszélünk, foggazdálkodásban, tehát oldalirányú vízkivezetés, vagy táji vízvisszatartás, a többletvizekből akarom, a táj eredendő infrastruktúrája és energiái által a vízháztartást kiegyensúlyozunk táji szinten, és akkor ott meg lesz az elegendő víz. Nem bárhol, bármikor, bármennyi, hanem mindenhol a megfelelő. Én például mindig a szájammal beszélek, nem a térdemmel, ugye? Tehát, hogy nem lehet akármit akárhol, tehát vannak a medrek, ott mondjuk víz van, aki halat akar, az kénytelen ott használni, aki meg sivatagot, az meg menjen a homokhátságra. Tehát, hogy megvan, az is nagyon jó, mert ott, mit tudom én, van árvalányhaj. Jó, tehát vannak tájpotenciálok, eredetően táj, karakter, tájpotenciál, melyik rész mire való, menjünk tovább. Ez a legfontosabb dia szakmailag, a többi legfontosabb mellett, de itt bemutatom, hogy miért nem vízlépcsőt akarunk, hanem helyette foggazdálkodás a megoldás. Nem tudom, mennyi ideig van. A sorolom. Ez a rendszer kicsi kapacitású. Jó? Pár száz millió köbméter tud visszatartani vizet.
pár százmillió köbméter van benne, a Tiszatónak 140 most a kapacitása, de iszapolódik, meg eleve, majd még arról lesz szó, tehát ekkora a kapacitása. Na most ez mire elég? Mondom, ez a Csongrádi vízlépcsővel együtt. Ez mire elég? Hát a párolgási keresletből, amit az előbb mutattam térképen, abból számolható vízhiány, az Alföld egészére vetítve, 10-20 milliárd köbméter. Tehát szerese ennek nagyjából. 50 szerese. Annyi a vízhiány, ennyit tud ez. Na most évente a jelenlegi rendszerbe, a jelenlegi öntözéssel meg minden együtt, több köbkilométernyi, több milliárd köbméternyi víz, tehát veszít a talajvízkincs. Évente 2-5 cm-rel átlagosan, a homokátságon 10-zel megy le a talajvíznívó, a talajvízkincs. Ez kiszámítjuk területre, ez több köb, 1-2-3 köbkilométernyi víz évente, ennyit veszít. Na most szokták, most már benne van a politikusi köztudatban is, mint hallottuk, hogy több víz folyik ki, mint amennyi befolyik. Na ez ezt jelenti. De nem ez a lényeg, hogy több víz folyik ki, hanem hogy a párolgási kereslethez képest, és a lehetőséghez képest több víz folyik ki. De bármilyen rendszer, amiből több folyik ki, mint amennyi bejön, gondoljunk a háztartásra, az csődbe fog menni. És itt van, a vizeket levezetjük pénzért. A rendszer működteti most is, belvízvédelmi osztályvezető. Meg árvízvédelmi osztályvezető. Jó. A vízhozam nem nő attól, hogyha duzzasztunk. Ez mit jelent? Tehát nem lesz kapacitás több, potenciál lesz több, tehát vízmagasságot növel, ki lehetne engedni a vizet, de nincs mit. Már csak azért sem, mert a hasznosítások, amik vannak egy ilyen duzzasztóban, idegenforgalom, energia, mezőgazdaság, ha csak ezt a hármat vesszük, ezek ellenérdekelt üzemrendűek. Tehát nem lehet a horgászok stége alól kiereszteni a vizet, se a földekre, se a turbinákra rá. De hangsúlyozom, nincsen elég vízhozam. 50-100 köbméter per szekundum van a Tiszán nyáron. Abból nem lesz több attól, hogy duzzasztjuk. Abból annyit lehet felhasználni, mert sőt, még ugye tovább kell engedni. Kicsi a helyigénye, koncentrált a víztest. Ez nem jó vagy rossz, megjegyzem rossz, de ezt jónak szokták venni, hogy de jó, kevesebbet párolog, mert olyan kicsi felületen van. Az nem jó, ha nem párolog. A párologás az jó. Ja, ha nekem kell kifizetni gazdálkodónak, akkor nekem nem jó. De akkor a szabályozás rossz, nem a párolgás. Vagy a beszivárgás, mit tudom én, megkértem a vizet gazdálkodónként, és a csatornába elszivárog egy jó része, és akkor ezt ki kell fizetnem. Vagy egy halastavat, ha tartok fönn. A szabályozás rossz, meg a működés megint, nem a beszivárgás rossz, mert a talajba attól lesz víz, hogy beszivárog. Hát azt kéne csinálni, hogy bevezetni érhálózaton keresztül a vizet a tájba, ott beszivárog a talajba, a medreken, meg a csatornákon keresztül. Addig fog csak beszivárogni, amennyi kell neki. Kicsi a hatótáva. Ja, tehát, hogyha koncentrált víztesteket hozunk létre, akkor annak nem pár kilométernyi hatótávja van. Az nem fog messzebb, de, tehát, hogyha ott egy helyen van víz, attól nincs több helyen. De a sok helyen van a víz, a sok kicsi hatótáv az összeér. Ezért a mozaikos vízborítás. És hogy nem jól hasznosul a vízkészlet ennek megfelelően. Ellenérdekel azt, hogy akkor beszéltem. Drága a kiépítés, ezt eleve ki kell építeni ilyenre, még az a másik infrastruktúra, ez megvan. Persze ott is van mit építeni, pláne most már. Iparszerű a működtetés, feliszapulódik, drága a fenntartása. Nagyon drága. Tehát, hogyha ez teljesen a Dunai gátrendszernél, ugye a Duna be van lépcsőzve, most már bősik sajnos, van olyan, hogy kamionnal hordják föl a kavicsot, kiveszik a kavicsot, és fölhordják, mert ott fönt nincsen. Vagy le. Tehát, hogy úgy kell, amit egyébként a folyó szállítana, vagy megoldana. Ez jó, mert a kamionosoknak jó. De egyébként a társadalomnak nem jó. Na hát egy óriási természeti gát, nem tudnak a halak például úszni, hogyha gát van. Hal lépcső, hát a hal az nem lépcsőzik annyira. Tudom, hogy be van mutatva, hogy igen. Ezek az újabb féle halak, ezüstkárász meg törpeharcsa lehet, hogy tudnak lépcsőzni, de eredendően a halak úszni tudnak baromi jól. Erre lett kialakulva a evolúcióba. Tehát ez egy
Jó, persze jól hangzik, meg el lehetett költeni rá sok pénzt, de nem jó megoldás. Na most érdekes, én ezt felírtam a ukrajnai gátrobbantás előtt, hogy ezeket az összegyűlt vizeket nagyon egyszerű megmozdítani onnan, hogy elmossa mondjuk Csongrádot, ha Csongrád fölött van a duzzasztó, vagy Szegedet, mert hogyha itt robban, akkor oda is megy. Láttuk ugye aztán Líbiába is a természeti katasztrófát. Na most a zöld energia, ez is egy humbug, vagy hazugság, tehát azt a rendszer, azt az energiát, amit a természetes rendszer megerőszakolása által hozom létre, azt ne nevezzük már zöld energiának, vagy megújulónak. Lufi kipukkasztva. Azon kívül, hogy ez az 5 méteres esés, amit itt lehet produkálni, az nem elegendő potenciál energetikailag, tehát lényeges. És bármilyen furcsa, hogy itt bármelyik érv elég ahhoz, hogy ne akarjunk vízlépcsőt, itt jön a lényeg, hogy nem az a feladat, hogy megtaláljuk a jelenlegi tájhasználatnak a vízpótlását. Hogy hogyan tudjuk a jelenlegi tájhasználat vízigényét megtalálni, hogy azt honnan pótoljuk. Mert akkor mélyebbre fúrjuk a kutakat, visszadúzasztjuk a folyóinkat, egész addig, míg az Araltó szintjén el nem párolog innen, el nem tűnik innen minden, szétlocsoljuk a többi. Nem ez a feladat, hogy a jelenlegi tájhasználat vízpótlását, vízigényét megoldjuk, megtaláljuk. Mert ez a jelenlegi tájhasználat nem jó. Sivatagosít önmagában. Mert azért nem jó, mert a táj potenciájához képest túlhasználat. Olyat kérünk a tájtól, amit nem bír, olyan, mint hogyha egy munkatársunktól olyat kérnénk, ami hogy dolgozzon 20 órán keresztül, 80%-ot láttuk ugye a szántóföld művelési arányában. Na, azt tudja csinálni 3 hétig, azt utána meghal szívinfarktusba. Ha meg 10 órát dolgoztatjuk, akkor ezt 50 évig tudja csinálni. Tehát, hogy van egy táj potenciája minden tájnak, másra valók a déli hegyoldalak, a villányi borvidéken, vagy a Alpokalja Nagyszent környékén, vagy a sípályák Svájcba, meg másra az Alföld, ott is másra a medrek, meg a magas partok, ez mind valamire való. Ez mind egy mozaikos, egyébként élelemtermelő, haszonhozó területek, de nem a monokultúrás, egysíkú, iparszerű búzabánya. Arra nem jó, ha arra használjuk, akkor az egész összeomlik. Ha annak feladjuk egy jelentős részét, mondjuk egy harmadát, nem is olyan sok, és átalakítjuk ilyen használatokra, akkor az egésznek a fenntarthatóságát megnyerjük. Fontos tétel, tudom, hogy már fárasztó. Ennek van elegendő kapacitása. Mondtam, hogy 10-20 milliárd hiányzik az egyensúlyi helyzethez, 2-3 milliárd van ideírva, ennyi van, nincs több, ennyit lehet kivezetni. De ez pont 2-3 milliárddal több, mint amit eddig kivezettek. És nem akarunk Zala-megyei helyzetet, 3-szor kaszálnak álltak egy évben, tehát nem 3 évben egyszer, hanem 3-szor egy évben, nem mindegy, de nem akarunk Zala-megyei helyzetet, mert Zala-megye, meg Nagyszenk az legyen a nagyszenkieké, de akkor a tiszai alföld működésében ne szóljanak bele a hozzá nem értő nagyszenkiek. Akkor az már esélyt ad arra, hogy itt megmaradjon az élet. Nagy a helyi igénye, és a nagy vízi vízhozamot tározza. De nagy a helyigénye, kell a víznek a hely. De nem a ördögé lesz az a hely, ahova a víz megy, azt mondom, hanem a vízé, amiben van hal, meg mit tudom én. Ennél is nem a mérnök úrra célhoztam. De hogy ez a lényeg viszont, hogy a sok vizet és a kevés vizet, azt egybe kezeli, az van ideírva, hogy árvíz és az kezelése. Egy rendszerben a víz többlet által kezeli a vízhiányt, és fordítva. A természet eredendő működésébe ágyazott a működtetés. Tehát van egy valamilyen működése a természetnek, például télen hideg van, nyáron meleg, és a legelő állatok legelni szeretnek, meg ilyenek, és ilyen működést akarunk. Ezt akarja az ember, nem ellentéteset, hogy na, a gödör jó, mert föl lehet tölteni szeméttelepel, vagy golfpályával, vagy nem tudom mivel, a domb jó, mert le lehet planírozni. Tehát itt mindig az árvíz jó, mert lehet ellene védekezni, hogy ne legyen, amikor is. Tehát ez ilyen harcos hozzáállás volt eddig, ezt elbukjuk, de ha nyerünk, akkor pusztulunk el végleg, azt mondjuk át kell látni. Tehát amikor nyerünk a természet ellen, akkor az az emberiség vége.
hálózatszerű a víziszállók, hajszálerek rendszerében. A hatótávok összeérnek. Kiülepedés, részletkérdés a csatornamezekben, vagy a földeken a nyomelemek hasznosulnak, ugye? A déres csepp arra találódott fel, hogy nincsen elég nyomeleg a táplálékokban, már a 60-as években se volt, 70, most még rosszabb a helyzet. Egyetemi kutatások kimutatják, hogy tényleg töredékére esett vissza a tápanyag az élelmeinkben, mert nem jut ki a tápanyag a folyók által. Ja, ezek a műanyag tápanyag kijuttatások, azok iparszerű agrobiznisz részei, nem az életé. Mozaikos tájhasználat, önfenntartó vízbiztosítás, gravitációs energiát használ, az öntözési szükségetnek a lényegi struktúrális megszűnése. Mondom még egyszer, lehet locsolgatni bizonyos kultúrákat, de annyi pénz már van hozzá, az éri meg gazdaságilag, de nem függünk az öntözéstől így, mint ahogy most. Víz visszapótló táj használat kiépítését szolgál. Hangsúlyozom, rengeteg építeni való van rajta, érezzük. Menjünk tovább. És nagyjából még egy-két képi példa lesz, aztán jöhetnek a kérdések. Ez nem is mennék bele, hogy ugye ezt javasolják, ehelyett mást javaslunk, menjünk. Még egy nagyon fontos, egyszerű ábra. Eddig eljutottunk, hogy vízlevezetés vagy vízvisszatartás, most már mindenki egyetért abba, hogy azért itt vizet vissza kell tartani. De itt a paradigmaváltás igazából itt van, hogy hogyan. Iparszerűen akarjuk visszatartani ezt a vizet, vagy természetszerűen. Ezt érezzük. Hangsúlyozom, az előzőknek megfelelően rengeteg emberi munka, beruházás, az eddigi hivatalok, meg minden fontos ember maradhat a helyén. Menjünk. Itt használat. És itt a másik rendszer a foggazdálkodással, ahol ki meg visszafolyik a víz, oldalirányba kivezetés, foggazdálkodás, oldaltározók, tovább, mert ezeknek ez egy fenntartható tájhasználata, tehát mezőgazdasága lesz kérdés, mondom előre, nem kell kisajátítani, hanem a szabályozás rendszert átalakítani, de majd elmondjuk, menjünk a kérdésre. Itt a gyakorlatban bemutatok néhány példát. Itt haladjunk, mert itt arról van szó, hogy a mintázatok, itt a természetes mintázat, ez az emberi mintázat, ezeket egymásra lehet illeszteni egy jó rendszerbe, jelenleg nem így van, menjünk, itt térképeket egymásra, a mostani rendszer egyáltalán nem illeszkedik rá, a szabályozás előtti rendszer illeszkedik, mert még nem voltak elég erősek az emberek ahhoz, hogy ilyen hülyék legyenek. Menjünk. Itt van a nagykörű öblözetnek a tájhasználata, mezőgazdasága, ennyire szántóföldi. Menjünk, hogy mit mondana a táj, mit akar a táj. Ilyen, ezt akarná különböző vízállásokkal, halastavakkal, rekreációval, Csongrád mellett is ilyeneket lehet csinálni. Lehet csinálni idegenforgalmat, meg mindent oldalirányú tározókkal. Nem a Tiszát kell elgátolni, hanem oldalirányba az öblözeteket, itt van a túloldalt ugye a Tiszaúgi, nagyon széles ártér néhány tanyával, a Alpár-Bokrosi öblözet gyönyörű, stb. Tehát ezek mind arra alkalmasak, hogy ilyen divers, vizes, sokhasznú, gazdaságélénkítő, mindaz, amit a duzzasztótól várnának, azt a gazdaság és társadalom fejlődést ezt tudja biztosítani. Menjünk. Ezen is haladjunk gyorsan, ez egyértelmű, hogyha van egy táblánk, egyben műveljük, akkor veszteség van, meg nyereség is, de ha mindent megfelelően művelünk, akkor nyereség van ott is, ahol eddig veszteség volt. Érthető ide, majd visszanézik. A támogatási rendszer, az EU-s szabályozás ezt támogatja, ezt segíti a mostani, nem tud vele most mit kezdeni az agrár vezetés vagy szabályozás. Elhazudták, ugye a öntözésre nem ad pénzt az EU, akkor beírták, hogy vízpótlás, már nem szereti az EU a magyar pályázatokat ezzel kapcsolatban. Most mindegy, nem mondom a részletek, de hogy tegyük ide is akkor a zöldet, hogy viszont a KAP, tehát a közös agrárpolitika, EU-s agrárpolitika reformjába ezzel a zöldítéssel, meg az agrárökológiai programmal, stb. Aztán ott van a szénkvóta,
Tehát, hogy erdőket kéne telepíteni, ami megfogja azt a széndioxidot, beépíti, azt mind az árterekbe tudná. Tehát állami szinten a Magyarország EU élharcosa lehetne szénmegkötési kvóta teljesítésben. Még az EU fizetne érte, közben itt megjavulna a klíma, mert az erdők mérsékelnék a hőmérsékletet, tehát a hőmérsékleti ingadozásokat, de nem a homokon kell telepíteni az erdőket, mint hogy most csinálták, ahol kiszárítja a talajt, mert az erdőnek nagy a vízigénye. Amikor az erdőszót kiejtem, akkor a vízszót kiejtem vele. Hanem az ártereket kell erdősíteni, ahol a szukcesszió erdősít. Tehát a benövényesülés még működik, önmagától erdősül, ezt el lehet adni munkának, mert hogy az. Persze kell hozzá az erdőmérnök, csak ne nagyon zavarjon bele. Menjünk. Itt egy ábra a iparszerű monokultúrás tájhasználatról, hogy sivatagosít a mély csatornáival, a széles és divers tájhasználatával, amiben vannak szántók is, csak hogy egy szántónak két vizes élőhely között nincs öntözési igénye, mert a vizes élőhely tudja azt a vizet. Nem fél el annyi szántó, mint amennyit most szántónként használunk, de ha marad ez így, akkor mind elveszik, ha meg visszább veszünk, akkor megmarad annak a működése. Tehát az élelmezés biztonságot nem a vizesítés fenyegeti, és a jövedelmezőséget most nem a vizesítés fenyegeti, hanem a szárazodás, a víztelenítés fenyegeti az élelmezés biztonságot, meg a jövedelmezőséget. Menjünk. Teket, amit 3 plusz 1, vissza kell adni a természetet, a funkcióját. Menjünk. Az, hogy a használatban fogadja az oldalányú kérdéseket, és a földhasználat pedig egy olyan mezőgazdaság, ami a szintekhez van igazítva. Ez a megoldási javaslat, a duzzasztás és a nem létező öntözés helyett. Menjünk. Itt van a használatok az előző 3 plusz 1-es rendszer szerint. Nyilván ehhez menjünk, következő táblázat, a szabályozási rendszerhez javaslat, hogy lehet támogatni, alacsony ártéri területen van földem, ebből választhatok, hogy mit akarok. De szántót nem. Ja, ha jogod van szántani, szántsál, fizesd be a hülyeségi illetéket, és akkor szánthatsz. Majd olyat kell meghatározni, hogy ne akarjon szántani a gazda a mederbe. De ha itt akarsz szántani, akkor azt támogatjuk. Vagy a tavat akarsz a tó helyén, akkor azt támogatjuk. Ha csak 100 ezer forintot, 500 ezer hektáron kiosztanánk 100 ezer forintot. 500 ezer, fél millió hektár, az sok. Nem kell annyi vizesítésre. De közvetve kellhet. Az 50 milliárd forint, az pont 5%-a a tavalyi aszálykárnak. És már 100 ezer forintot jövedelmezett a földjem annak a gazdának, aki most 100 ezeret bukott a nem jó való, nem helyén való műveléssel. Menjünk. Ezt most az államtitkároknak mondtam. Itt egy ábrasor. Érthető, kis vízkor a táj, most menjünk, nagy vízkor, tele van a töltések között a hullámtér, nem jut ki a területre, szározodás van úgy, hogy közben itt megy el a nagy árvíz, a VTT-be kitalálták, hogy kiengedik ide a vizet, lépjünk egyet, ide csinálnak egy tározót, hatalmas műtárgyal kiengedik a vizet, úgyhogy ide építenek egy töltést, tényleg így van. Itt se jut ki a tájba a víz, ezeket nem is használták egyébként soha, teljesen hülye ötlet, sok száz milliárd forint elment rá, de lehet rajta javítani, hogyha fejtározóként használjuk, tehát a nagyvizeket ide már pedig minden évben kiengedjük rendszerszerűen, nyilván a használatot átalakítjuk előre, nyilván a gazdálkodóknak úgy van a szabályozás, hogy megérje nekik, onnan a vizet tovább lehet vezetni, és eloszlatni a tájba, menjünk tovább, mert a foggazdálkodás pedig úgy néz ki, hogy alulról fölfele a vizet kivezetem az árvízi nyomás által, így fok, és fokról fokra, következő lépés, fokról fokra elönti az alföld minden részébe eljut a víz. Meg vissza is jut, mert hogy a vizet le kell vezetni az alföldről, hogy tudjunk gazdálkodni, miután kivezettük. Ugye, és ez a lépés maradt el, tehát kivezetem, visszavezetem, megjegyzem, kifolyik magától, megjegyzem a halak véret, mert pont szeretnek akkor kimenni tavasszal, arra a vízre, fölmelegszik a víz, növényzet van, szeret szaporodni, a hal az nagy érték, fehérjedús, stb. Nem eszünk a Tiszai vidé... Ja, betiltották a halászatot, nem tudom, tudják. Hát szóval, most mit mondjak, menjünk tovább. Jó, ez is mutatja egy öblözetbe, hogy hogyan van, léptessük itt föl a vizet,
Itt az öblözetben följön, létrehoz tavakat, itt van egy egyenes rész, mert hogy itt van egy egyenes csatorna, azokat lehet használni tovább, vezetni a vizet ebbe a úgynevezett ez a lapostóba, ahonnan a víz ugye itt folyna vissza, beszivárog a talajba, folyik vissza a Tiszába, föl, és ugyanígy vissza tovább, menjünk akkor a Közép-Tiszán, mutatom ugyanezt a részt, ez Szolnok és Kisköre közötti rész, látjuk a Tiszatavat, illetve Szolnokot, Karcag, itt tegyük rá a vizet, filctollal van ez egyelőre, geográfusi filctollal, de műszakilag ez most már le van modellezve, tavalyi évtől már Koncsos László egyetemi tanár megcsinálta a műszaki modellezését, a hidraulikai és hidrológiai megvalósíthatóságát ennek a koncepciónak. Menjünk tovább. Még egyet. Tehát ez a rendszer az Alföldön, ugye itt vagyunk Csongrádnál, a homok és az alluvium, tehát az ártériás táj határán, a nyírségi homokot is két oldalról körbeveszi alluvium, és a kiskunsági homokot is körbeveszi. A homokoknak, homokterületeinknek is a élhetősége, vízháztartása, az alluviumok feltöltésén, árvízzel, folyóvízzel való feltöltésén múlik. Meg azon múlik, hogy ne legyen vízelvezetés mondjuk róla. És a harmadikat is elmondom, hogy, hogy megfelelő legyen a tájhasználat, tehát ne vízpároloktató, vízpocsékló, talajvíz bejutását lehetetlenítevő erdőültetvények, faültetvények legyenek, hanem megfelelő tájhasználat, tehát fás, legelő, erdős csepp. Menjünk. Tovább, ez egy kép, hogy nagyfőre próbálkozunk ezzel, de kevesebb sikerrel, vagyunk tovább. És akkor teendők, tehát tisztelt államtitkár urak, ez baromi egyszerű. Most vagyok, hangsúlyozom, államigazgatási szinten is megindult a tervezés és ennek a koncepciónak az elfogadása. Baromi lassan, és baromi sokan vesznek részt benne intézmények meg emberek, úgyhogy így évekig el fog tartani, mire teljesen elfogy a víz. Ezt kéne csinálni, helyet találni a többletvizeknek a tájhasználatban. Tehát földrajzi információs rendszerbe térinformatikailag, amit a falugazdásznál látnak, abba szépen be lehet menni mutatni, hogy mi mire való, és a szabályozást hozzáigazítani, átírni, adok egy tollat. Tehát át kell írni a szabályozást, hogy a gazdálkodó kénytelen legyen úgy gazdálkodni, ahogy az normális, a fenntarthatóság szerint. Ez az egyik dolog, amit meg kell csinálni, nagyon nagy munka, tavaszig lehet vele végezni, most van, ez a fél év van, hogy vizet lehet nyerni, találni. Második pont a műszaki kiépítés ennek a víztöblet kivezetésének, ez is nagyon nagy munka. Megjegyzem, ha elindítanák, akkor a víz megtalálja, hogy hova folyik, de tudom, hogy ez szörnyen hangzik. Lehet róla majd kérdés, beszéljünk róla utána. A középvízi mederemelés, meg a kisvízi medere megemelődése is fontos, stb. És ami a lényeg, sajnos, hogy a gátakat le kell bontani a fejekben és a szívekben, a víz ellen most meglevő gátakat. Mert a fejekben vannak a gátak elsősorban, ezeket a földből készült töltéseket elég átjárhatóvá tenni a nagy vízek számára, megfelelő szabályozottsággal, zsilipekkel, de a fejekbe levő gátakat kell lebontani, hogy a víz tudjon hasznosulni végre. Ezen az oldalon találhatók szakmai háttéranyagok. Köszönöm szépen a figyelmet, állok elébe a kérdésre.